Ezt nem tudom, halljátok-e? Igen. Igen, halljátok. Jó. Ez az új Xbox. Este 7 óra 10. Igen, este 7 óra 13, és ütve fúrnak a szomszédban, csak hogy érezzétek, hogy amikor, de nem tényleg, szombat este van, 7 óra 14 most már, és ütve fúrnak a szomszédban. Sivány egyes. Ott is a helyes válasz. Fúj, gyűlölet. Nem tudom, nem tudom ki volt, nem tudom, hogy ki volt az. Miért az jön belőle? Mert Rózsa Sándor is jön. Rózsa Sándor egy híres zsivány volt. Ez a legfájtalmas. Nem, szóval a Betyáre egy nem akarta kiadni, nem értem. A Betyáre egy nem adta ki. Nem, azt mondod, nem adta ki a Betyáre egy. Elefántor, 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 senki ne gondoljon semmi rosszra, elefántor. Hát ez innen tehén. Hosszú a feje, ez nem lehet kutyát. A feje az krokodil, de... Szarvas. Ez egy unikorn is! Wow, az. Levágta az unikornis lábáját? Unikornis vér? Mik azok a kockák? Oh, oh, oh! Unstable unicorn! Oh, imádlak, Miki! Oh. Aki szedjen fel, aki nem, ez a fiú. Ő vízet tudod utasítani? A segítségemet? Ezt nem is tudtam. De nem az a Kraft, miért mondod azt neki? Ez nem a Kraft, édes a fiam, nyugodjál már. Miről van szó, miért veszekedtek ma meg? Széthullik a család már most. Mármint, hogy drága barátom Viktor, aki... Hogy mi? Mi? Semmi. Semmi főni, ne haragudj. Szedjél fel nagyon gyorsan, Ginger. Bye. Szedjél fel. Újt egy papi. Nem mondtad, hogy légy szíves. Papi, gyere, légy szíves. Hát papival, meg Zsótival, igen. Mondjuk, hogy igazi ártok vagy. Úgyhogy ezt én megértem. Szeretném, ha ezt nem csinálnád. Felmászott a fűzőre. Ezt mondom, hogy mit szeretnél, Viktor? És előszintén. Hát tudom, még reménykedtetek. Istenem. Jó, azt hittem már, hogy nincs rajta nadrág, mondom. Ennyit a családbarát streamről, érted, egyből klipben a... Megejtő hasonlóság, azt kell, hogy mondjam. Látod, a szó, amit keresel, a köszönöm. Szívesen máskor is, de tényleg. Igen? Ez ne lesz korzatlan. Szegény, nem az. De végül is miért? A shit-en kaptam! Mától csak Sims-et, csak Sims-et fogok streamálni mától. Vége a GTRP-nek. Megyek megölelgetem. Hú, most lehet, hogy előtte le kéne fűteni. Hát el kéne menet felszedni egy csövest. Az a baj, hogy senki nem fog rád írni, hogy úristen van. Adj egy tízest, hogy hajléktalan. De így az a baj, az egy dolog, hogy nem tudok befasizni, de hogy így át sem tudok csábítani senkit, hogy aztán megöljem, mert büdös van. Értitek? Ezt mi közben a csaj boldogan és reméletileg terhesen fekszik itt mellettem. De Evelyn jól van. Mindig itt van. Ő jól van. De nem csinál. Jézusom! Ne! Most hallj meg, pultmár! Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha anyád ruhájába táncolnál a tükör előtt, és tényleg olyan. De nem tulajdonképpen... Nem csináltad? Nem, én nem az a fiú vagyok sem. Nagyon nem érzed jól magad, ide látom. Ne, én már nekem mindegy. Menjen, igyátok csak, lányok, majd én elintézem. Ajjaj, ajjaj, lányok, baj van. Sem baj még. Mester, várjál, itt vagyok! Jó, kösz, meg vagyunk. Hol van az a HP, ne? Engem már csak az érdeke. Itt van, op, oké. Petőfi Sándor, az Alföld. Részlet. Mint nekem te Zordon, Kárpátoknak fegyvesekkel vadregényes tája, tán csodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvölgyedet nem járja.
Lenn az Alföld, tengersík vidékén, ott vagyok hon, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelennyét látom. Felrepülök ekkor gondolatban, túl a földön, felhők közelébe, s mosolyogva néz rám a Dunától a Tiszáig nyúló rónaképe. Ott tenyészik a bús árvalányha, és kék virága a szamárkenyérnek. Hűstövéhez déli nap hevében megpihenni tarka gyíkok térnek. Messze, hol az ég a földet éri, a homályból kék gyümölcsfák orma néz, s megettük, mint halvány ködoszlop egy-egy város templomának tornya. Szép vagy, Alföld, legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem, itt boruljon rám a szemfödél, itt domborodjék a sír is fölöttem. Tök ilyenkor szoktad megalázni az első komment előtt. Ez itt a Game Pass Online Fesztivál, szeretném leszögezni. Egyesek úgy hívják, hogy... Na, álljunk meg! Én soha nem tennék ilyet. Igen, mondd. Közben jött egy olvasói kérdés. Stöki és Gret barátok, vagy csak a munka miatt kedvelik egymást? B. Milyen, hogy a... Boros Bocskor. Még a munka miatt se. Minden checkpontalás előtt, így egy órán keresztül szídjuk egymást. Professzionálisan gyűlölöm. Felvétel után másfél órán keresztül zuhanyzom, hogy elviseljük. Most tök ilyen, mert Norvégiában. Én benne az Xbox-t írva ért. Nem lehet, hogy most sem már Xbox Game Pass-ként hivatkoznak rá, hanem Game Pass-ként. És de azt nem azért, mert elkülönöttük a Microsoft éjszakával? Kiha. Ja. Szétváltod a brandet. Kicsit túlértékeljük a saját fontosságunkat a Microsoft történetében, de minden lehet. Szerintem nem. Azért szerintem jó volt egy ilyen válság érdekes. Tehát, hogy hallottátok, mit mondtak? Jézusom, süllyedek. Meghalt a hidraulika. Ennyi. És töki a mikrofon, a fülesen. Mr. Bean-es eltűnés. Szerintem ennél szebb elköszönés nincsen, mint hogy mazul szépen lassan. A jacketből a V-mellettél. Ilyen burkot törpézést sem hallottam már nagyon régen. Akár. Kivel jól még beszélget? Akár. Más cégekről, akár az anyától. Így van. Game Pass Online Fesztivál első checkpointos stén. Ami egyesek szerint... Hány pontos betűkkel van kiírva a faladra? Egy hét múlva találkozunk újra, addig is sziasztok, és köszönjük Kacinak a osztodást, vagy csináltál te valamit, Kaci, vagy csak itt szuszogtál háttérben? Semmit, csak... Nem is szuszogtam. Támlát írt. Tudod, Kaci, kiszuszogott még? És így rá kellett hajolni, tehát kicsit olyan volt, mint amikor így megy az ember ilyen vizsgálatokra is előre dől, és ott virtual teniszeztem. Vagy Mario teniszeztem. Jézusom, te milyen orvoshoz jártál? Szinte hallottad, ahogy egy csattan a gumikesztyűjön. És nagyon, nagyon okay, kíváncsi magul... voltam, hogy ez milyen lesz. Bocs! Meg... az a szerencsétlen nem tud átugni így az asztor alatt, hogy bármilyen más normális esetben teljesen érthető és indokolt is lenne, úgyhogy... Jó, meséltel a tök jó sztorit, gyere! Hűtőre kirakjuk a tök jó sztorit, oda ragasztjuk. Nem tudom, hogy ti hogyan próbáltatok ki először a PSVR-t, én alsógatyában, és... ennek ez azért volt nagyon fontos ilyen szempontból, mert a feleségem, amikor bejött a szobába, és hazajött a munkába, bejött a szobába, a következő dolgot látta. Én vagyok Batman, ezt mondom, hogy úristen, én vagyok Batman. Benyitott az ajtón, és egy ember alsógatjában, a sötétben, egy rózsaszín és egy kék golyóval, ilyen fagylalszínű körtérrel, így magát simogatja.
gyakorlatilag így, ahogy vettem fel, és mondta, hogy azért, bazd meg, láttam már beteg dolgokat, amióta mi házasok vagyunk, de ezt, ha lehet, ezt még egyszer nem szeretném látni. Meg akinek nem volt katonai kiképzése, az nem tudta ezt használni. Hogy de kár, hogy nem nálad. Nem reagálunk, Stöki, megtanultam a feleséget, hogy nem reagálunk. Na, így is van. Egészen másképp fogom most így államra hajtani a fejemet, mint ahogy terveztem. Észem bele a hátok, hogy itt van. Nálam. Zárd le, Stöki, mert kezdett jólni. Zárd le, mert szétesünk. Az agypusztító képrejtvények következnek, jól gondolom? Ez az. Na, azt nagyon várom. Hangszóró! Isten, te! Jaj, de rossz! Úristen! Ez mi? Egy nagyobba kirakom, akkor jobban látszik? Nem, ugyanúgy nem tudom. Papír. Melyik lány volt? Mit raksz bele a... Mi az, amit beleraksz a nyomtatóba? Lap. Fehér lapfed. Na, jó. Lap. Lapfed. Lap. Mel. Lap. Tört. Lap. Laptop! Igen, ezt kell. Baszki! Mindenképpen abban gondolkoztam, hogy valami lab, alsó, lab, cipő, annyira félre vitt. Azt a nagyon gyönyörű, hogy erre hogy nem jöttünk rá? Telefon. Ki mondta, mit mondott? Ja, telefon. Jaj! Én ezekért az adásokért veszélyesítő kódlépet szeretném. Hú, akkor ez nagyon jó. Rajzolunk, hogy értékeljétek, hogy... Wow! Fidget spinner! És ahol is a kérdő? Tényleg! Mi az, hogy Evelyn-t halljál csak az... Így jártatok! Ezt hagyjuk, hogy a hölgy csinálja. Gyertek utána! Egy csávó végignézi, hogy szedi le. Lóg rajtam valami rózsaszín plüss, házzétek utána. Én beállok a golyószóra mellé. De gyere ide mellé inkább, nem? Gyere mellé! Jönnek, ott jönnek! Gyere. Jézus csinom! Indítsam a rakétát, hogy... Úristen! Jézus Úristen, mi ez? Atya világ! Ajaj! Szerintem megtaláltuk a hangosat. Az én már... Itt a gyárkőgé, hogyha kell hatni. Van valakinél breaching charge. Assza! Nálam nincs. Nem láttátok? Egyikötök sem? Nem. Én is se közvetítettem, akkor erről a világ lemaradt. Erre az egyre vagyok szívesével. Jézus! Ezt figyeljétek! Figyelj! Ez voltam én. Krúbi lettem. És tényleg? Tényleg Krúbi lettem. Hát... Családalapítás... Ja tényleg, tegnap játszottunk egy karakterrel, aki úgy nézett ki, mint te. Igen? A zombis játékban, ez az egyben. És megtaláltam? Hárszor. Szerintem igen. Igen. Csak... Nem tehetem. Mi történik most? Ne! Ajjjj! Krúgy! Olyan nekat vagyok ki. Bemegyek. És bum! Oh, kis tényleg! És tessék! Ujja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 jj
Az, hogy? Az, hogy? Ezt meg se érni lehetett. Oda nézd, megvikál. Na csináld utána. Jó, várjál. Kéz nélkül. Wherever shall we begin?
Sziasztok, jó estét! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Game Pass Fesztivál őszi etapjának harmadik, egyben befejező hetén. Azon belül is csütörtök este, és itt már elszabadult minden. Srácok, van-e kép, meg hang, azt mondjátok meg nekem. Itt... Jaj, sziasztok, jó estét, már jó mész? Minden, látunk. Én már megyek is. Ma este FIFA 21-ezni fogunk. Két eszméletlen csodálatos vendégem van nekem. Dobos Evelyn és Gangsta Zoli. Kapizsák, hagyj nekünk, köszönjük szépen. Jó, nagy szeretet, vigyél magadba a fóliába. És ők már ott ülnek a... La fóliába. Szóval, megpróbálom elmondani azt, amit ilyenkor el kell mondjunk. Sziasztok, ez itt a Game Pass Fesztivál. November... November 10-től 29-ig, minden este 7-től 9-ig. Tartsatok velünk itt a GameStar YouTube csatornáján és az Xbox Magyarország Facebook oldalán, mert hogy mindig jelentkezünk nektek élő adással, hát sajnos pont így a karantén időszak alatt. Sajnos, nem sajnos, sajnos otthon kell maradni, nem sajnos, mennyire jó adások vannak, mint például ma este, amikor is FIFA 21-ezni fog Zoli és Evelyn, és azt tudnotok kell, hogy Evelyn körülbelül egy órája próbálta ki a FIFA-t először, úgyhogy Zoli fogja majd egy kicsit tanítani. Zoli fogja majd egy kicsit tanítani Evelyn fifázni. Én nem tudok úrrá lenni szerintem ezen a helyzeten. És megint, ahogy a múltkori adás FIFA alkalmával, most is nagyon, nagyon tetszettek a chatnek. Mint a múltkori adás alkalmával is, vannak ötleteim mérkőzésekre vonatkozólag, de várunk tőletek is mérkőzés ötleteket, és hát nyilván először talán úgy kéne gyakorolni, hogy majd Zoli és Evelyn egy csapatban vannak, és akkor talán a Zoli nem 4-0-ra fogja alázni az Atletico-val Evelynt, amit most megmutatok jó, nektek. Az csak edzőmeccs volt. Hogy hát itt az edzőmeccs, ups, igen, itt az ő facecamjük. Egy erős, nem, hát ezt most ki tudom adni már. Ott vagyunk. Ja, hogy most az összefoglalót mutatod. Aha, igen, igen. Értem. Mert azért csak egy... Ne, hol van a gólom? Csak egy 4-0 lett az Atletico. A 4-0, a 0? Mi? Ne, melyik gólodra gondolsz a 0-ra? Volt egy gólom, amikor majdnem elállt. Ja, de az más volt, az a 7-1. Szóval, srácok, igen, fifázni fogunk nem sokára. Jöhetnek a meccs ötletek, de hogy amit el kell mondjak, hogy a Game Pass Fesztivál az a Microsoft, a Windows 10 és a Samsung Magyarország jóvoltából jött létre, és amint láthattátok eddig is az elmúlt hetek alkalmával, hétfőtől csütörtökig gameplay streamek vannak, péntekenként karanténkoncert, szombaton kvízműsor, vasárnap pedig Checkpoint Podcast, úgyhogy igazából ez a... Ez most jutott eszembe, hogy ez az őszi Game Pass Fesztivál utolsó gameplay videójátékos estje, azt ti vagytok. Ünnepnap. Tényleg? Ez igen. Ez utána mi lesz? Holnap koncert van, Mary Popkids koncert van holnap. De nagy. Szombaton kvíz műsor, és vasárnap pedig gamer kerekasztal beszélgetés. És akkor hétfőtől meg semmi? Hát semmi. Akkor méltó kép lesz ez lezárva. Úgyhogy azt a mindenit, ez most jutott eszembe, srácok. Nekem mindig, hogyha itt lehetek van. És hát ugye a Game Pass micsoda? A Game Pass a Microsoftnak az előfizetéses szolgáltatása, amikor egy havidíjért cserébe te egy több mint 100 játékot tartalmazó könyvtárhoz férsz hozzá, olyasmi, mint mondjuk a Netflix, csak videójátékokkal, és ugye a Game Pass Fesztivál alatt mi ezekből a játékokból szemezgettünk nektek, és válogattunk ilyen díszes társaságokat össze, mint például Evelyn és Zoli. De egyébként akkor most be is adom a ti kamerátokat. Na, és hát neki, mert... egy picit, egy komoly témával kezdjünk, nem vicc, tényleg, jaj, nem véletlen van feketében Zoli. Jaj. Az Isten elment sajnos, Diego-ról van szó, igaz? Igen, Diego-ról van szó. Hú, ez egy nagyon... Én megmondom őszintén nektek, hogy tegnap, mikor engem egy argentin barátom hívott föl, először az volt, hogy üzen nekem az egyik zenekari tagom, a Kovács Dávid, a basszusgitáros, hallottad Maradonát? És csak megláttam az üzenetet, és abban például csörögött a telefon, a Martin, aki egy itt dolgozó argentin cimborám, és akkor már tudtam, hogy baj van. Tehát csak én, hogy hallottad Maradonát? Jó, ne. És csörgött a telefon, és ilyen síri hangon a haverom azt mondta, hogy hola hermano, tengo malas noticias. Szia testvér, nagyon rossz híreim vannak. Mondom, ne, Maradona, igen, meghalt. Fú, és komolyan mondom, én elsírtam magam. Meg most ezt halálkomolyan mondom. Lehet, hogy ezzel lehet röhögni, meg hogy ez nem is a családtag. Nekem olyan volt, mint a család. Tehát, mintha hogy közénk
tartozott volna. Tehát én így rajta nőttem föl focilag. Nekem ő volt a legnagyobb élményem, a Törőcsik Andrison kívül, aki a magyar Maradona volt, ő még hál' Istennek él, bár ő sincs nagyon jól. De az a generációból szerintem a Maradona az egy olyan ember volt, aki szerintem 1000 évben egy születik ilyen tehetség. Tehát amiket ő csinált a labdával, meg ő tudott ezzel a játékszerrel, azt ember meg nem tudja csinálni. Figyelj, én pont emiatt én is így gondoltam, hogy egy kicsit tiszteletemet veszem, és akkor néztem YouTube-on egy összeállítást, Maradona 50 ilyen legjobb cseleme gólja, és így az jutott eszembe, hogy basszus, ez az ember még mert cselezni. Hát ez az ember úgy volt egy bulldozer, hogy közben annyira agilis volt, hogy senki nem tudta megállítani, mindenki nem tudta lámozni magát. Nem lehetett elvenni tőle a labdát. Igen, tehát, ő pont úgy tologatta meg mindig olyan ütembe, hogy mindenki elkésette. Csak a gyorugni tudták, tehát mindig lekéstek róla. Mindig egyen mögött eljárt mindenki. Arra emlékszel esetleg, hogy az első emléked vele kapcsolatban mi? Hogy mikor láttad először? Első Maradona emlék? Először csak hallottam róla, tehát amikor a magyar válogatott ellen mutatkozott be egyébként 77-ben. És én hallottam róla, sőt én azt is hallottam, hogy a Fradinak volt egy turnéja Dél-Amerikában, a Ferencvárosnak, és ott a Jancsika volt, ugye a magyar Juanito, Jancsika Károly, Carlos Juanito, Jancsika Károly volt a balhátvéd, és mondták, hogy hallod, a Boca Juniors-al játszottak edzőmeccset, Fradi, ilyen téli időszakban, amikor ott nyár van. És mondták, hogy van egy olyan tehetség, hallod, Jancsika, Juanito, vigyázzál, mert állítólag kegyetlen, és ott melegítgetett a Diego. Kis gömböz gyerek, hogy az a kis daga, agyorugom. Hát így a közelében nem volt állítólag, hogy megnézte négyszer, hogy 10-es mezbe van, de nagyon messziről, mert így kikerülgette, hogy szevasz, gól, szed ki, anyád. Na, milyen volt, hogy rúgtad össze? Hát nem értem el. És ugyanez volt a Boca kapusa, ő még az Argentinos Juniorsban játszott, mert az volt a nevelőegyesülete, és a Boca Juniorsnak, ami a kedvenc csapata volt, és később ott is játszott, annak a kapusa volt a Gatti, a Loco Gatti, a bolond, és az annak is mondták, hogy van egy kegyetlen játékos az Argentinosban, vigyázz be ide. Halt a kis dagat, hagyjad már! Hármat lőtt neki a kis dagat, de olyat, hogy megalázott. Úgyhogy én először hallottam róla abban az időszakban, és én 82-ben láttam először játszani őt, amikor a világbajnokságon először szerepelt, és az neki nem volt egy dicsőséges VB, ott hamar kiestek az argentinok, az olaszoktól akkor volt a Paolo Rossinak az a szenzációs meccse a brazilok ellen, amikor hármat lőtt, és akkor az olaszok is, meg a brazilok is megverték az argentinok, és kiestek, és akkor így mondták, hogy az új sztár, és nem nagyon jött ki neki a lépés, sőt, ilyen dicsőtlenül lett vége, mert így betalpalt a juniornak egy brazil játékosnak, a hátában már akkor tiszta ideg volt, mert rugdosták végig. Tehát Maradonát reszelték, hát a Gentile, amit csinált vele, az manapság nem egyszerű, ötször állították volna ki a Gentilét, érted? Azért kapott egy sárgát. Úgyhogy Ron már rúgta Maradonát, és akkor így elmenekedett, és a végén őt állították ki egy ilyen, és ilyen dicsőtlen lett az egész, ez 86-ban meg. Hát de aztán jött 86. Hú, azt, még emlékszem, apukám szegény, ő is idén ment el pont, ez egy nagyon szemét év egyébként. Egy barátom is elment, meg nagyon sok rossz dolog történt, hát ez a Covid, mizé is nem tudunk játszani, az tulajdonképpen a legjobb szórakozásunkat, ami a munkánk is, azt elvették, effektíve. Úgyhogy nagyon-nagyon rossz év van, és apukámnak a lakásában, még a konyhá, emlékszem, a konyhá volt a nagy összegyűlés, ott az Argentina NSK volt még az NSK. 86-ban NSK. De durva. És azokkal volt a döntés, 3-2-re nyertek az argentinok. Azt az óriás argentin tábor volt ott már akkor, barátaim meg a fater is együtt néztük, és nagyon nagy ünneplés volt. Ez nagyon jó dolog. Jaj, Evelyn, neked mi a közöd a focihoz? Zoli. Nézzek, ahogy ül, ilyen kép. Na várj csak, mert amíg készültem, tehát, hogy ma amúgy utána kérdeztem, mert mindig elfelejtem, hogy melyik barátom, melyik csapatnak drukkol, hogy ki melyikkel van, és megkaptam tőle, így keveredik. Te melyik vagy, Fradi? Na ez a baj, hogy én ugye ezt az infót kaptam, úgyhogy én készültem, de nem csak a felsőmmel, hanem gondoltam, akkor én díszbe rakom. Én királynőbe raktam magam neked, de... De aranyos vagy, kösz. De hát mert tudom, hogy Fradinak szurkolsz. Mit szólaltál ehhez? Fradinak szurkolok? Igen, ezt mondták nekem. Közös barátaim. Ez egy közös barátai, picit rossz indulatúak, vagy pedig ez egy ilyen aranyos tréfa. És aztán itt mondtad, hogy Újpest, és akkor eszembe jutott, hogy ja, tényleg újpesti. Na mindegy, most már így maradok. Baját, maradj így, mert egyébként a zöldnek is, amikor, tehát a zöld is tud jól kinézni, nézd meg.
Na jó, akkor szerintem játszunk a FIFA 21-re, mit szóltok hozzá? Fantasztikus, mert mi már edzőmeccseket játszottunk. Igen, és a Evelyn tiszta ki volt rám, hogy nem mutatod meg, hogy lett erről, és csak szórogattam a gólokat. Végre van egy ellenfél, akit meg tudok verni. Komolyan mondom, mert én rengeteget játszom, de én nem játszom jól. Tehát ezt én ez amúgy tényleg így van. Amúgy nem azt hittem, jobban játszik. Persze. Kicsoda játszok jobban? Hát én azt hittem, hogy sokkal jobban játszol. Ja ne, ügyeskedjen. És ez lenyugtató. Nem, mert mi nem úgy játszunk ezt a játékot, hogy minél jobbnak kell lenni. Ez egy szórakozás. Így van, tehát ez az, hogy összejövünk egy alkalom a piálásra, ez is ért. Jó, vegyem egy pár sört, és akkor játszunk. És akkor játszunk hajnalig. Na ez lesz most. Igen. Hát ez lesz most, akkor beadom a gameplay képet, mert hogy itt már tényleg volt edző mérkőzés, és hát a Zoli az Atletico-val nyilván neki ment a Barszának, és egy halkabb négyest gurított. Igen, de előtte volt egy Boca Juniors, River Plate, Libertadores kupa döntő is. Az 7-1. De ott egyenlített az Evelyn, egy olyan gólt tett nekem. Itt majdnem elájultam. Komolyan mondom, hogy én meg majdnem kaptam egy stroke-ot. Tehát sem szenzációs gólt lett, tényleg. Nagyon-nagyon tehetséges az Evelyn. Ez nem azért... Zoli, de nem kell mondani, nyilván én... Tehát ez, mindenki ez lássa. Én játszani szeretek, de ez a FIFA, ez teljesen más. Nyilván. Igen, mint az előző. Na, hát akkor én azt mondanám, hogy először lehet, hogy egy ilyen tanító jelleggel játszunk egy meccset, hogy egy csapatban vagytok, és nézzük, hogy Zoli hogyan tudja kócsolni Evelynt. Tehát ez egy ilyen hunglis mondat volt, kócsolni, tehát edzeni. Igen. Kiképezni. Gyere, édesem, akkor gyere ide mellém. És még egy... Ne. Meg vagyok. Cicám, így. Azt nyomtam. Még egyszer. Nem, egy nemet nem meg kell adni. Meg kell akkor adni add meg azt, hogy Zoli. Evelyn? Please. Várja, adod a neki, és akkor haladunk is. Segítek. Vigyázzál, Zana. Zanának hív engem, hallod? Én meg nem legyen dobosta. Zana! Neked állítok be, nem. Dobos Dezső, Dániel, tessék. Dobos Dezső, Ev. Elég az Ev. Ev. Tök jó, tökéletes. Köszönöm. És te kaptad a kick kontrollert. Hát, mert én kértem. Ja, ugye, igen. Hát, igen. Na, egy klasszik mérkőzést játszunk, mondjuk egy... lehetünk az Atletico Madrid? Legyünk, mindenképp. Leszünk? Nem, neked de utána törökökkel legyünk, jó? Micsoda? Utána törökökkel legyünk? Érdekes meg. Ez, jó. Úristen, azért a 2002-es végén te hatalmasak. Várj egy picit, azt én be. Hogy? Emlékszem még arra, Zoli? Melyik Hakan a... Sükür, Emre, 2002-es VB. Hát, nekem volt egy nagy kedvenc törököm, na, aki az Atletico-ba játszott, mondjad már a nevét. A... Ki játszott az Atletico-ba? Mindig elfelejtem. Már nézem is. Légy szíves. Nézd oda, ennyire hülye legyek. Sajnos. Várj, ki ellen játszott, tessék, Grémio ellen. Arda Turán? Arda Turán. Változtass nekik, mert... Oké, főleg. Kösz. Az jó. Hát akkor nekivágunk. Uh-huh. Ez az együttjátszás egyébként, én játszottam most egy ilyen tornán, ahol együtt ketten-ketten játszottunk, uh-huh. Azt az űrzavart. Tehát, tehát amikor, hova szaladsz, mit csinálsz, hátra felé, ne oda rúg, miért, megláttál valakit? Ez lesz most is. Az is művészet. Az igen. Tudni, hogy hogyan kell. Igen. Művészet nyugodtak maradni ilyen. Na kicsi, te vagy a? Én vagyok a kék. Kék. Na, mekkora zsuga! Hopp, és egyből elvesztettem. Itt vagyok. Jó? Tessék. De fújt a majom. Vitatkozunk. Teli Szabalasz vezeti a meccset. Na. Hogy? Jó. Üzenik a csetbe, hogy ügyesen. Nyomjad neki. Nagyon, de édesek vagyunk, rögtön kaptuk egy dugót a géptől. Nem. Igen, volt egy kis űrzavar a védekezésben. Igen, amúgy ez is sokkal furább, mert most amúgy ezt mondjuk el, hogy eddig igen, nem játszottunk így. Magad mögé vetted le a labdát, tehát értem. Az is egy... Értem, annak sem volt sok értelme. Tehát ez olyan 11-es magad mögé rúgni. Jó. Semmi baj. Semmi baj nincs. Nem szartunk be, tesszük, passzolj. Na jó. Jó. Tudod, hogy... Ja, aranyos vagy, de miért azt választottad, de az is jó. Az is egy választás. Tessék, itt megyek. Már megy is a zsuga, tessék. Hoppá! Jaj, de nagy kártya! Gyere! Kicsi, menjék össze! Jövök! Adom. Passz! És tessék, tír! Nem! Ne oda cicizz a kapusnak! Légy szíves!
Mit légy szíves? Hát meg kellett volna nyomni a lövést. Nyomtam egyébként a B-t. Ja, meg akkora les volt, mint ide anyja. Még itt lakik Anyaföldön, de messzebb, tehát akkora les volt. Na, hol vagy? Ott vagy te, szaladgálsz, mint fing a gatyám. Tessék, kis fej! Meg vagyok! Passz, passz! Az lövés. De és még szar is. Jó, de legalább próbáld. Jó, nem baj, nem baj. Semmi jó, gond. Jó, jó. Pontra szállás, majd visszavolt. Igen, mert ott múló csillag. Miért nem látszódunk? Mi történik? Figyelj. De most komolyan üt titeket a gép? Tehát egy pillanatban nem figyelek. Okos legyél, okos legyél. Nem figyelek oda is. Ó, tied. Anya. 2-0. Ez is szörnyű. Sokkal nem, jobb nyugi, egymás nyugi. Ellen. Nem, nem adta ez meg, nem adta meg, egy nyilvánvaló szabálytalanság. Jó, de miért? Veles. Ez is. Ez nem akkora, mint az előbbi, de kisebb. Hopp, nézzük csak. Ó, vicces. Hogy... Nagy les, az nem kicsi. Bolondozó. Hát az előző meg akkora volt, mint... Na. Te figyelj, figyelj, kicsibe, igen, kicsibe, igen, kicsibe, igen, oda, igen, oda, oda, igen, már... Nagyon jó. Menjél! Megyek! Aj, édesanyja! Jövök középen! Jó! Gyere! Passz be! Középen! Ívelés! De nem kapok neked van, ilyenkor ezzel nézek, az a betód ívelni. Ott várom középen a labdát, és Jancsiból rávágod. Bocs! Nézzék, Carrasco, az tipikus önző barom. Rá, Jancsiból, ha pipát akar lőni. Bocsánat! Semmi gond, nem baj. Nézzék, fenyőíván kivétel, sávágod. Figyelj, tessék, mert ív mondtad, a jobb oldali gomb, vagy a bal oldali. Mi? Tudod, ezzel kicsit. Jó, figyelj. Nézzek. Jaj, de szépen csavarodik, és ott van a fejes! Már jó, hogy érted. De szépen kiemelkedett. Hát, hogy olyan rugóim vannak, olyan rugóláb serif. Tessék. Amúgy aztán professionalom van a nehézség. Igen, hát, mert amatőrnek, itt lett kell profilak előleg, ennyi. Megyek, megyek, pici! Ügyes. Hátba rúgtad a mamust. Hát és, vagy ez nem... Hoppá! Les! Úgyhogy hova mész, mit csinálsz, halott cél? Tehát ha valakinek nem lenne világos, Zoli a piros színű, ugye? És Evelyn a kék. Igen. Itt... Úgy, olyan merész, bátor, tehát a hosszú labdákkal. Picit, tartsuk földön. Igen. Becsüljük meg, jó? Jó. Az micsoda labda? Elesett, nézek, de megvan. Megvan a jogi film. Figyelj, teszem ne neked. Figyelj. Hát ez nehezebb volt fölé rúgni, mint be. Tehát nézzék, be kellett volna gurítani. Dírt meg! Földisznózta a levegőbe. Hallod? Földisznózta a bűholdra. Menjem! Mit csináltam? Mondd meg, de mit mondd? Mit csináltál? Hát szarul lőtté. Semmi gond. De mondd el, hogy mit kellett volna jobban. Kisebbet, tehát nagyon nagyot nyomtál rá. De mit? Ja, csak éppen nyomtad, mint süket a csengőt. Ja. Tólt az anyját, tehát nem lehet. Annál jobb. Jó. Jó, figyelj. Kicsibe. Jó. Hoppá. Az anyádat. Ez az Evelyn leszerelte a játékost! És jaj, de jó! Menj a szélen, kicsi! Gyere! Gyönyörű összjátékot láthatunk a játékosaink között. Hogy ez? Véletlen volt. Egy taktikai. Jó, oké, ez véletlen volt. Ez térnyelő rúgás, rögbibe? Igen. Ez foci. Rögbibe, ezt hívják térnyelő rúgásnak. Az hova mész? Azt a bajmot. Jó, mentél az emberre, egy annyi gyönyörűen csináltad. Köszönöm szépen. Hú. Nem kell izgulni. Stresszenek. Közben jött egy olyan kérdés, hogy láttad-e a tegnapi Atletico meccset, Zoli? Nem, sajnos nem láttam. De tudom, hogy ez nem volt egy erős dolog. Hoppá! Tőlünk. Hát nem. Nem. Valaki nem tudná 0-0 le. Igen, de nem lesz baj, tehát tovább fogunk jutni nyugalom. Ez az. Csodálatos szerelés Evelyntől! Előre! Nem ér. Itt vagyok! Nagyon szép! Utás! Húzd a ravaszt! Sprint! Húzom! Zoli, megy már benne, középen figyeld! Tessék! Passz, Evelyn! Passz! Megint nem... Ott vagy! De miért lövök? Nem tudom, nem hát miért nem ott voltam? Mert miért nem ment be? De nem... Akár be is mehetett de volna. De lőni kéne, tehát passzolni kéne. Jó, ne haragudj! Pedig de szép lett volna!
Haj. Na, rúg ki. Ja, nem, ne, 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 ne! Rúgd el! Azt csinálom! Na, megyek, megyek! Indulok! Y-y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 
az! De miért nem ment? Kicsibe. Hova? Nem tudom! Nem tudom! Édes, nyugi. Az A a kis passz. Az tudom, Y a szöktetés. Jó. Az X az ívelés. Minden oké, okay. Minden oké. Okay. De jobban élvezem, mikor Zoli ellen kell menni. Igen? Hát én igen. Jó, hát igen, mert akkor a saját magam ura vagyok. Akkor a csapatban. Én bántottalak egy szóval is. Zoli, te notórius cserélgető vagy, azt veszem észre. Igen, amúgy. Hát nem, mert elfáradnak, hát nézzek már a számítsat, a fülén veszi a levegőt. Most kiabált, hogy vizet, mester! Elfáradtam! Lehoztam. Gyere, na, fél, most gyere, akkor nem játszunk egymás ellen? Nem, mert még ezt a... Két fél idő, hogy miért igen, két fél időt. Hány, ez amíg az észbontóban szokták érzni. Hány harmadból áll egy jégkorong, és hány harmadból? Jó, ez mondtam, négy harmadból. Négy, azt mondta. Igen. De cuki. Hát ott okosok vannak. Vagy hat. Te voltál már ott? Igen, hülyének elmentem. Légy szépen, passz, passz, passz! Mondom, passz az úristen. Ja már. Passzoljál már! Fej! Szóval, Zoli, úgy is jól játszani, ha... Olyan... Na, most rúg ki. Kicsim, rúg meg ezt a kivel. Nem áll! Nem én játszom, de egy 10 évet már most öregettem. Itt vagyok! Menjél! Hát én oda, én adom. Ez ki az anyámnak? Hát de nem volt az senki, hát hol hát de ahol nem volt senki, oda nem passzolunk. De nem hát voltál. Hát a labdarúgásnak ez a lényege. De nem voltál. Ne passzolj oda, ahol nincs senki. Hát ezt nem mondtad, nincsenek, nem, de hát volt, hol volt a életem? Na, passzoljunk. Hol vagy? Passzoljunk már! Ezek mik ezek a gyertyák? Van lámpa. Megyek középen! Azt el kell onnan engedni. Szép volt pedig. Nem baj. Zoli, szedd össze magad! Te aranyos vagy. Na. Ív be! Ív! Hol van? Nézd oda. Ezt ne, laposan beteszi a szögletet, megborondulok. Hát ív, azt mondta, íved be! Jó van már! Ne idegeskedj! Most mi történik? Lesz. Azt írják, hogy ez a vereség győzelemmel ér föl. Jaj, amúgy tényleg olvasgass már a kommenteket, mert amikor néztem az ágyokat... Passz, passz! Jó! Az mi cseh volt, hallod? Láttad? Láttam. Én voltam, hoppá! Ezt kell most elni! Miért nem lövözel? Torogatod, be te vezeted el a cselelettel! Én cseleztem is! Hát ti cselezi, ha nem lőd be! Jó, jó, jó. Na, örüljünk már annak is, ami van. Te cuki vagy. Hát semmi nem elég. Na, itt vagyok. Édesanyám. Hoppá! Te vagy, gyerünk. Itt vagyok! Fuss! Lőd be! Gyönyörű, szép volt. Mit irkálnak? Mit irkálnak? Na? Horváth Pista ott van. Hey, Rigo, Rigo, te részeges lap! Hey, itt az, ott a bárán! Igazából az, a, az az ilyen... Lefordítom a beírást egy kérdéssé, miért, hogy... latinul írták? Igen, 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 igen. hogy azért Újpest szurkolóként, így, hogy a Fradi van most a nemzetközi porondon, azért tudsz-e örülni, hogyha van nem, sem? Nem, a Fradi ellen szurkolok mindig. De ezt komolyan mondom, fel is vállalom. Mit csinálsz? Fel is vállalom. És kétszer már elkaptam a ízlet a fogadást. Tehát az 5-1-et is televágtam ellenük, persze. De én, ez, de miért kéne? Tehát ez annyira fáradt ez a... De magyar, majd... Kit nem, nem, engem ne képviseljen a Fradi. Neki semmilyen szinten. Érted? Hiába magyar, ellenük szurkolok. Még az Teó a Bukarestek is. Mindenkinek szurkolok. Na. Nem tudok örülni a Fradi győzelmének soha. Itt vagyok, kicsi! Jó, jövök! Hát, belefordulsz a manusba. Egyébként teljesen megértelek. Na. Na.
Hol vagy? De miért hátrafelé rongyolsz? Megbolondulok komolyan. Áj, Istenem, Zoli. Veled élvezett játszani. Döglégy a legnagyobb. Na. Ezt üzeni valaki. Ez de így van, ez köszönöm. Így van. Hoppá! Lőjed! Hoppá! Hátba lőnöm a saját magam. Mit csináltál? Jó van, ez meg egy kis majom. Semmi nyugdíj, hátba lőttem a jó, jó. Na ezután majd egymást kéne gyepálni. Gyepállak én téged, ha akarok. Na, na. Hoppá! Ez ügyes volt. Mivel vasmelényben, vagy ekkorát pattam a melledről a labda? Zoli, Zoli. Zoli, koncentrál, Evelyn. Megyek, megyek, megyek. Gyere! Hát ott megyek, hát nem adod. Hozzad! Így kéne ez egyből az... passzolni, kicsi. Jó, jó, jó. Megyek középen. Wow! Mit csinálsz? Hát azt mondja, Koke mit művelt ott alatt? Vigyázzatok, már hosszabbításra állunk, aztán nehogy itt hirtelen halál legyen, vagy 11-es párbaj. Vissza! Egyből! Fasz! Egyből! De szép végre! Odadom! No, mit csináltál? Csináltam, hogy még följebb állt. Zana! Itt vagyok! Tessék, én adom! Zoli visszaszállott a lábdát, gyönyörűen szökteti Evelynt, aki elveszti a labdát az ellenfél 16-osánál. Ebből viszont fordulhatott volna a csapat, ha nem fújja le a játékvezető a mérkőzés. Úgyhogy most döntsük el, hogy hogyan folytassuk tovább. Hát hosszabbítás. Klasszik. Klasszik, arany, klasszikus hosszabbítás. Persze. Akkor még 2x15 perc. Na. Kedves nézőink. Már is. Pirossal Zoli, kékkel Evelyn. De ez hova? Ott mire gondolsz, amikor az előre? Túl szigorú vagy. Evelyn, egész ügyes vagy, azt írják. Nagyon, persze, köszönöm szépen. Nem, srácok, viccen kívül? Amúgy zombikat jobban tudok gyilkolni, ez komolyan, vagy bármit. Ez teljesen. Evelyn este 6-kor próbálta ki a játékot először. Tehát ahhoz képest jelen ne, de sebb, ne viccelj már, tényleg jó. De nem kell dicsérni, el vagyok én. Nem is akarom. Na, figyelj, kicsi. Megjóva. Hát ott még a másik oldalon, nem ott. Amúgy alig látok már, igen, ugye cseppentek. Az Evelyn tegnap éjfélkor kelt, tehát hát kb. Gyárba dolgozik, munkadarabokat reszel. Egyébként tényleg nem látok. Ó, most megrezgett a kontroll. Döglégy for president, hajrá gyerekek, szép estét mindenkinek! Tehát arra, hogy így próbálkozál a kapust. Jó. Persze, semmi gond. Kicsi fej, és tovább! De miért nem ment? Úgy kell visszaszedni a lábadat a izéről. Evelyn, szímeket is jól tudsz ölni. Ezt írják. De cukik vagytok. Hát igen, az szörnyű volt. És hogy olyan ügyesen írta a zombikat, hogy nem is lehet őket találni sem erre. Jaj, de jó. Hát mondjuk Moszkvában még vannak, de... Jézus, te miről beszéltem? Semmi, Zoli, hagyjad, zsengedj. Hát, hogy Moszkvában még vannak zombik? Kár, hogy nem lehet utazni. Ajaj. Azt elkaptam én. De hogy leted magad, ez az jó. Micsoda lefordulás Zolitól! Micsoda cselek! Evelyn viszont akkora lesen van, mint ide Lackházat, jó, hogy nem tudja adni Zola labdát. Kénytelen rávezetni egyedül, helyzetbe hozza Evelyn, helyette inkább elvállalja. Biztos, ami biztos alapon. Döglégy Zoli, második volt. Gyönyörű. Ügyes voltál! Kis cigányom, korja... bocsánat. De én nem úgy mondtam. Tehát. Na, a lényeg az, hogy vezetünk. Fú! Aj, de szépen csinált, oda néz! És ballal, jaj, de gyönyörűen. Fenyő Iván mellett, vékony. Na, figyelj oda, pici ügyességgel. Első fénydőnek vége, másik fénydő hosszabbítás. Még be kell egyet gyűrni azért, ebben benne van. Jó. Jó. Begyűrhetünk egyet az FC-vel, jó? De. Na. Na, megpróbáljuk. Csak ne a holdig menjen. A minden szóval ez, hogy hoppá, nézek, tök jó állapotban vannak. Tehát, muterom lefutja a várat. De nem... Úristen. Nem tudunk már cserélni. Hát akkor ezért nem tudnak szaladni, érted? Igen, valószínű. Közben
megalkották Evelyn titulusát, Dobos Evelyn, színésznő és zombi ölő. Jaj, de jó. Ez jó, erre névjegykártyát kell csináltatni. De mondjuk FIFA mester is kéne, komolyan mondani, ezért... A tanárról várjuk meg majd. Ne! Nem hiszem el, hogy mit csinálják! Ne stresszeljetek! Hát nem hiszem el! Ajjaj, micsoda! Ajjaj! Zoli! Mi történik? Zoli megmenti a napot. Az igen. Hová? Viszont, ez a hivozó. Pünkösdi királyság, viszont a kapus remélhetőleg jobb. Ki engedi? Jó kapus szemben mindig. Jó, de ezzel létszes a kékkel, jó? X, hosszabb. Nekem mindegyik kék. Pióta, lefeje, vissza! Passz! Ne haragudj! De hogy haragszom? Há! Van egy probléma? Micsoda szerelés! Jimenez Józsi! Zoli acélból élő idegei konkrétan. Amúgy tényleg, a saját neked jó az belül. Idegeid, Zoli. Ezt mivel edzetted? Az élet. Hát ilyen csajokkal, mint te. Akkor kemény kiképzésben volt részed. Hopp, hopp. Pedig jó volt szerintem. Szépen szeret, és semmi baj nem volt ezzel. Hülye teli szavval azt nem tudom, mit akar. De most tényleg? Bruce Willis vezeti a vacsat, de Bruce Fittis. Okos. Megyek. Ott a kis fej, tessék. Itt vagyok babám. De azt jelenti, hogy a pálya vége van ott az a... Na jó! Győztünk. Ennyi? Olé, 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 olé. Hozzáboros 2-1-re. Na, akkor viszont, hát Evelyn kívánsága teljesüljön, tehát akkor egymás ellen. Egymás ellen? Persze. Hát jó. Igen, az működik igazán. Az működik igazán. Zoli, mint a CK szeretnének megkérni arra, hogy azért értékeld az előző mérkőzést. Mit láthattunk itt? Itt egy fantasztikus feltörekvő tehetséget láthattunk a kócsok között, Evelyn. Dobos Evelyn Magyarország. Aki színtévesztett ma. De nem nagyon. Én próbáltam megfelelni. Én neked öltöztem. Pont ellenkező. Tehát ez olyan, hogy... Még az zoknyomra is nagyon figyeltem. Hát link by kick-off, nem így... Bocs. Jó? Mindegy. No, és megnyomduk a jelent. Teljesen. Nem, bírom. Nem. És kérlek szépen, nem. Biztos. Jó? Légy szíves, adjuk oda hozzáértőnek. Na, addig én hadd iszogassak. És azt kell mondjam, hogy az nagyon látszik az Evelynen, hogy nyomkodja az a konzolt. Csak most mit csináltál? Most beállítod, úgyhogy én ne játszhassam. Igen. Arany, csillagom. Ezt miért csináltad? Így. És az látszik, hogy játszik sokat. Nem FIFA-t nyilván. De tényleg, tehát nem idegen a kezébe. Nem úgy, mint a mutterom megfogja, és lábbal akarja nyomni, érted? Hanem, hogy van hozzá. Szerintem van neki jövője ebben a játékban. Hát engem simán pillanatok alatt lealázna. Na akkor. Hát akkor nézzük a következő mérkőzést. És... Legyen klasszik. Igen. Hát az lenne a kérdés, hogy játszunk esetleg valami meccset mondjuk a Maradona emlékére. Hát akkor egy argentin válogatott a kérdés, csak az a baj, amit így néztem, hogy itt nekem van egy játékom, de hát abban benne van a Maradona. Tudod, be lehet tenni a régi legendákat. És a braziloknál a Pelét, meg a Ronaldinho-t, az argentinoknál van a Maradona, meg a Crespo. És itt nem találtam, úgyhogy nem tudom mert... Rákeresek közben. De nem baj, ha megnézem azt? Evi? Ja, tőle bármi, persze. Hát, ha ott van a Maradona, nem tudom miért lenne most ott, de hát... Nyugodtan. Nézzem, és mi ez? Kim Chan-chun. Ki ez? Kim Nam-chun. Ez a valami koreai elnök kijött. Gracias, Diego. Oda néz. Uh-huh. Oda néz. Itt nézzek, mi jött oda? Hallókészülékétet kivetted? Hello. Bocsánat. Semmi gond, nem. Aludj tovább. Hányra állíthatom be az ébresztőt, csak azt mondom. Azt olvasom nektek, hogy lehet a Maradonát behúzni a játékba. Ja, de miért nem adja így, puty, csak így magának ki, azt nem értem. Mert ugye mondom nálam a játékban otthon, én nem is online vagyok, csak úgy játszogatok, tudod, ilyen összezoktunk. Nem ti a play-re mentek, most kinyomkodja. Én nyomkodom nyugodban, nyomkodom a squads, és akkor itt lehetne, itt kéne elvileg, és nincsen ott. De miért? Nem tudom én is. Hát akkor nincs. Ez nagyon fura. Igen. Mert ez egy tök jó dolog volt, hogy így be lehetett tenni a Maradonát. Mert nézzük, most megnézem például, hogy a braziloknál sincsen.
a Pelé meg a Ronaldinho, akkor viszont ez a, ebben nincs benne ez az opció. Így benne kéne lenni Pelé, aha, sőt, tudod, itt teljesen kamu nevek vannak a braziloknál, uh-huh. és neked kell berakosgatni mindenkit, hogyha uh-huh. akarod. De itt sincs se Ronaldinho, se Pelé. Várjál, hát ott van, hogy National Pool. Hát ott van egy 71 főből álló keret. Aha, de a Pelé meg az a 90-es, ők a legelő kéne, hogy legyenek. Meg a Maradona is. Mi 97-es van, hogyha a Maradona. Puha. Tehát nem futsz le vele mindenkit, meg nem cselezek ki. Tehát csinálsz kettő ilyet a jobb kezeddel, a csellel, és mindenki fekszik, még a jegyszedők is, tudod. Na, hát akkor nincs a Maradona, akkor így ezt a Maradona nélkül. Azt mondja, figyelj Zoli, azt mondják, tudtam, hogy fel kell tenni a kérdést, vannak itt FIFA szakértők, a Rest of World-ön belül van a World Aid csapat, és azon belül van Maradona. Na de... A argentin válogatott én is, mert nálam ott is ott van. Te ezt nem értem, hogy miért. Én tudom, hogy ott van a ilyen legendák csapat, de van a sima argentin válogatott uh-huh. is be lehet rakni. Uh-huh. Mindegy. Nem olyan nagy ügy ez. Hagyjuk, játszunk anélkül, Maradona nélkül játszunk, de Maradonáért. Jó? Jó! Legyen így. Hát akkor, tessék, akkor egy argentina, te melyik válogatott szeretnél lenni? Ma, hát az előző. Az előző válogatott? A Grêmio válogatott? Nem, hanem kicsim. Igen, Ev. Evike. Úgy. Csak mondjon meg a ízet, édes. Ja. Hogy? Ready. Kész. Ready. Legyél ready. Ready vagyok. Akkor legyen klasszik mérkőzés, és uh-huh. akkor international. Spanyol. Internacionale. Spanyol. International és Argentina. International keres meg, édes. De miért? Azért, mert válogatott lejátszon, nem? Jó. Ott, titjá! És válasz egy válogatott, csak ne a brazilt, mert az nincs megcsinálva. Jó. Kanada, Chile, Colombia, Chile. Ilyet, keresi a törökök. A nagyon erős Indiát választottad például. Hát valami, Rami Shankar középcsatár. Hát melyik a legrosszabb? A legrosszabb alak aztán nem jön megazalázni, vagy? Hát a román testvéreink. Na, melyik legyen? Amelyiket akarod drága. A törökökkel leszek. Blüty. Jó? Oké, okay, ha? Oké. Okay. Mehet? Arda Turán, persze. Szulejman. Én maradok ebben a jelmezben. Nagyon jó néz. Majd mezben, bocsánat. Szulejman Béla. Tessék. Nyomd már meg azt a szart. Jaj, bocsánat már. Várjál, akkor még azt megnézzük, hogy... Peron stadionban fog játszani. Nagyon komoly! Jó, az jó. Peron. Az a zenek a pályája egyébként, a Racing Buenos Aires. Ismered a játékosaimat? Nem hiszem, mint a Hossegyűcsi. Ugye még egyszer mondta, Tokőz, Tufán. De ne, nyom ezt a izet. Azt nyom meg egyszerűen. Jokuszlu, Tegdemir, Ünde. Sölyüncű! Az a kedvencem! Sölyüncű, az egy cuki. Az a legjobb. Az egy aranyos, a Sölyüncű. Ajan, Cselik, Ünde. Hünde... Tegdemir. Jó, mindjárt. Jazici. Mindjárt, várjál. Jokuslu. Mindjárt Tegdemir. Csalancsangolu. Tegdemir mindjárt Tegdemir. Csalhanoglu. Csalhanoglu. Oké, szerintem ezzel menni fogok, jó? Baba. Oké. És akkor ezt nyom meg, a Yilmaz, hallod? Ezt nyom meg, ide, a Szulejmán. Szulejmán megnyomtam. Na, egy Argentina-Törökország örök rangadó, tessék. De ott a Messi. Törököké? Az nehéz. Nem. Váltott? Vajon. Akkor már Mösszi. Ú, de szép az a stadion, ez Mösszi. Műszüglük. Na, ez szép stadion. Argentina, Törökország. A leggyakoribb találkozó. Egy kicsit hangsúlyosabb a kék-fehér, úgy láttam. Mert Argentina, mert Buenos Aires, mert csak Peron stadionban. Én ebben a stadionban egyébként voltam. Tényleg? Ez a Racingnak a stadionja, és én voltam ezen a pályán. Ott egy Racing River meccsen voltam ott. Gyönyörű lehetett. Jó volt. Fantasztikus felújító stadion, mint nálunk ezekhez az húzva, hogy az MTK pálya kinézett olyan. Barom jó. Argentina, ez egy másik világ. Imádom. Dél-Amerika, imádom. Semmi nem jön meg időben, semmi nem működik, és mégis csoda. Zoli Argentina, Evelyn Törökország, Zoli a piros színű kontrollerrel, Evelyn a kékkel. Csak hogy ne legyen egyszerű. Nem ugyanazzal a csapatszínnel játszanak kontroller ügyileg. Nem hiszem el! Kimondom! Zoli megszerzi Argentinát. Hová, Argentina. Hová, a ganar. Que esta barra kilombera. No te deja alentar. Én nem olyan török notát fogok igen. Az ingolomnál. Török gyerek gyógyítja, tessék, na.
De... argentin gyerek elvágta, a török gyerek meg elesett. Hoppá, azért itt egy olyan... És milyen, mekkora szembe van a labdának, oda indulás csak van, vak, amire az én Zoli se számított, úgy láttam. Igen, és milyen okos, salangmentes megoldás volt, kipöckölte oldalra. Itt te! Lautaro Martínez. Ez volt a te gólod, te. Olé, 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 olé. Szép kis gólod. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Oh, Argentina. Ese sentimiento. No puedo parar. Hop. Ah! És akkor egy támadás indul. Nem! Gyönyörű passzokkal kihozta a jobb szélre a labdát, és már bent készíti a fejelést! Nem! De Zoli! Jobb oldali gyönyörű beéverés, egy fejessel fejezte be. 2-0, és még csak a 10. percben, 12. percben tartunk, amiért... Jó, ezek is nyugodtan! Jó, ezek is török brigád. Igen, igen, igen. Amúgy lehet, hogy erősebbet kellett volna választanom. A törököknél nem. Nincsen erősebb. Jó, hogy Szulajmán. Legjobb sorozat. Na. Tessék. Jó, jó. Ne sűkös. Sziegyenik el ilyen húzni, tessék. Az egy kiváló megoldás. Jó van már! Fú, te. Óha, óha, óha. Itt azért már láthatunk cseleket is. Zolitól egy kicsit úgy érzem, hogy Istenem. Maga biztosan érzi magát a pályán. Nem lehet lecserélni a törököket, mégiscsak vissza. Ez az egészet. Igen, az összes. Egy görögre, az imádják. Ma már több egyszer... Jó, egy török, egy jó görög. Több egyszer kell emlékeztessünk téged arra, hogy két fél idő egy foci meccs. És az első fél idő... Nem szereti ezt. Én ezt elején tartunk. Teljesen nem tudunk gyorsan. Értem, csak... Hát, hogy mikor cserélhet a negyedik harmadban. Az van, hogy... mert a felénél tudom, hogy rossz csapatban játszom. Hajrá Argentina, illetve hajrá Evelyn, hajrá Zoli. Ilyen beírások vannak. De tényleg? Kösz! De cukik! És megint ugyanez a... Hagyjam a békén a... Ehhez hoz itt a játékomban, tényleg nem hiszem el. De szeretlek. Tudom én is téged. Ah, de miért nem? Istenem! Wow! Bing! Ne! De miért nem? Ez nem egyszerű játék, amúgy komolyan mondom. Azt hittem, hogy ez... Gyönyörű tisztázás, Emelin. Köszönöm szépen, csak tehát rossz van, helyen. Hogy összejön. Opá! Amúgy és most indulhat a támadás, csak ne rúgd el. Oké, viszem. Emelin ül a baszile. Középen a következő játékos, ha sikerül megtartani a labdát, és a támadás befejezését. Emelin, előny szabály kell, hogy kérem tisztelettel, mi történik itt? A spori! A spori az argentinokkal van, mi van? Ne, hát... Hazai pálya felé úgy nézem, hogy nagyon lejt a sípszó. Segítség! Hogy Naloa Carter. Valaki, jaj! Megvette. Erre gondolok én is, hogy... Talán a játékvezető félti az életét, ezért nem nagyon mer fújni az argentinok ellen, akik már támadást vezetik, és egy gyönyörű beívélés után Evelyn az utolsó pillanatban tisztáz. Te nagyon Szepesi György, hallod őt. Zoli nem hagyja annyi, vagy egyébként egy vérbeli FIFA játékossal van dolgunk, mert 3-0 után is úgy erőlteti. Nem! Mind az életem. Az a baj, hogy a kontrollered este végére... Igen, akkor már minden baj van. Ragad, tapad, csúszik. Rosszul, hogy mert zsípel a keze. Nem tapad, nem az a baj. Kicsi kun. Ő egyébként az Aguero, azt tudjátok, hogy a Maradona unokájának az apukája. Igen. Persze. Wow. Hát a lányát, ő a lánya volt a felesége. A Maradona lánya. Kun Aguero-nak. És azért az a neve, hogy Kun Aguero, mert a gyerekkorában nézte ezeket a hülye japán izéket, ezeket a... animéket? És ott Kunnak hívták az egyik kis, az ez a kedvence, és a nagyapja úgy hívta őt, hogy Kun, és ezt megtartott ezzel, ez van a helyáltalán Kun Aguero. Sergio Aguero, jó kimondható neve van. És tényleg Sergio Aguero. Mit gondolsz, hazudok? Nem, csak nem tudtam ezt a sztorit, és itt van. Kunkum nevű meséből a Kun nevű karakter nevét viseli, igen. Zoli, hát köszönjük szépen, nem gondoltam, hogy ilyen edukatív streamünk van ma.
tanultunk több dolgot. De Zoli annyira koncentrál, hogy mindjárt beverj a ötödiket is. Emelik, beszállok a második félőbe, mit szólsz hozzá? Mivel? Hát a harmadik kontrollerrel. Lapáttal. Tényleg be tudsz állni? Be. Jössz? Segítesz, hogy értek? Hogy érzed, hogy szükséges? Hát csak ha szeretnél, akkor nem. Tőlem jöhetsz? Nem. Érzem, örülök neked. Nem. Ja, most nem érek rá. Na, hát most kell engem terhelned! Az a csel az mi volt, kérem? Tisztelettel várjuk meg a visszajátszást? Jaj, de kedves hölgyeim és uraim. Azért itt már azért megmutatkozik az, hogy van, aki szokott otthon néha fifázni. Jaj, Zoli! Eszem azt a csörkiszázat! Zoli, most őszintén, tehát van olyan csel, amit tudatosan csinálsz ebben a játékban? Ja ne, csak össze-vissza húzogatom. Azt figyeljétek! Mintha nem is a kontrollál lenne. És zsinór! De figyelj, még elmozdult a kapu. Figyelj! Olyan hálószagot, hogy megmozdult a kapu. Hát, ágyú. Előző mesek, mi lett a vége? 2-1-re nyertek Zoliék. Zoli és Evelyn párosa. Jézusom, mekkora szöktetés! Gyönyörű tisztázás Evelyntől, aki hazadta a labdát és a világ leghiggadtabb módján passzolja Zolihoz a saját 16-osa környékén. Leghiggadtabb módján ellenfélre juttatja. Úgy érzem, hogy kritizáltok, nem tetszik. De hogy kritizálunk? Veled nevetünk. Olé! 5-0-ra vezetek! Hát ez is... Amúgy még a 20-at... Még a 20-at gyűrítek? A FIFA 20-at? Minden évben megveszed, hogy az új FIFA-t? Ne hülyeskedj, ez alapvetés. Édesem, tényleg. Persze. Ez miért így mondtad ilyen legyen? Édesem, de egy hülye gyereknek, tudod, nem, ez a kisegítőiskolás végzős diákjának, tudod, édesem. Édesem, tudom már, azért is, hogy ki játszik. Hát ez komolyan. Nem, hanem tök jó, hogy ez így. Hát figyelj, hát valami... Szereted. Gyere, Imre. De nem akarok bepofátlankodni a mérkőzésbe, csak gondoltam. Nagyon elfáradt. Elfáradt a két fejkújjam. Tényleg? Igen. De szeretlen. Na, én a törököket le kell cserélni. De nem tudod, ilyen nincs. Tehát... Megőrülök. Kire akarod, Pereces jól a ütőre, vagy kire akarod esetleg? Csalhanoglu, adott, na csaljál valamit. Na, várjatok. Gyorsan update-eljük ezt a kontrollert, azt nem tudtam. Persze, hogy lemeremednek az arra. Igen, gyere ide, Imre! Most... Megmeredünk reggelre. Ez a taktikai break. Tiktak. Tehát, hogy Zolit most kibillentjük ebből a nyerő állapotból. Nyilván. Én azon voltam. 2-2-1-be. És hát tök jó, mert el tudom mondani, srácok. Ez egy sima Xbox One kontroller, mert hogy ti már az új Series X-nek a kontrollerével játszatok, ugyanúgy néz ki a múlva. Bármit is jelentsen a szó, így van. Igen, igen, csak azt akarom mondani, srácok, hogy ha van Xbox One kontrolleretek, de upgrade-eltek Series X-re, akkor tök jól működik ugyanaz a régi kontroller. Hátul, mint a gyengé halóknak tudod. Jó, hát azt nem gondoltam volna, hogy itt most kontroller update van, úgyhogy addig szépen beadom ezt a képünket. Tök jó, hogy beszállsz a játékot. Ja, egyetem, megmeretek mindenkinek ilyen görcs. Kihívulnak a töltözőbe. Meddig tartik a szület, hallott? Kérdezték a chaten egyébként, tényleg, hogy... Tényleg, miket irkálnak amúgy? Hogy pesezni is szoktál-e? Pro Evolution Soccer, amivel ugye tavasszal játszottunk. Mostan újat nem próbáltam. Még nem? Nem. Tök más amúgy, nem? Vagy hát hogy érzed? Figyelj, azt vettem észre, hogy évek alatt jöttek ki mind a ketten az új játékkal, hogy mindig ilyen izében voltak, ilyen dugattyúban, hogy egyszer az egyik volt, legalábbis a mi társaságunknak úgy volt, hogy egyszer az egyik tetszett jobban, aztán a másik, tudod, ő mindig többet fejlesztett, nyilván egy versenyfutáson a kettő között, hogy azok azt csináltak egy ilyen jó, akkor nekünk egy jobban kell kijönni. És ez tök jó, hogy ez az izéknek jó, a játékosoknak egy tök jó dolog. De ide még nem játszottam a PES-sel, csak fifáztam. Most azt mondják, hogy a FIFA is kezd már tényleg olyan jó lenni, meg olyan nehéz idézőjelben, mint a PES.
Mert hogy a PES az hát nehezebb... Hát figyelj, PES-ben, ez a kettőben ezt Evelynnek mondom, hogy van a Pro Evolution Soccer, meg a FIFA, a két nagy széria, és a PES-t ugye japánok csinálják, a FIFA-t meg az ugye Amcsik talán, nem tudom. És ugye ugyanúgy a kivelyik csapatokkal szerződik, mert például igen, a FIFA-ban nem véletlenül nincs benne a az argentin bajnokságban a Boca meg a River, gondolom azok a PES-sel leszerződtek, hát, meg a stadionokat is kivettek. Pontosan. A Boca stadion nincs benne, meg a River. És a PES pont ezért volt sokáig annyira nem tudom, fű alatt, meg nem volt népszerű, mert hogy egyszerűen a csapatok nem adták oda a neveiket. És hát nem tudtál Bokát vinni, vagy Bayern München, vagy Juventust, vagy Inter, mert ilyen hülye nevekkel voltak elmenetve. És az nem, és olyan, nem olyan. Az már nem olyan, igen. És hogy a PES-ben van olyan, ami FIFA-ban sokáig nem volt, hogy tudod, passzolsz egy játékosnak, és elpattan tőle a labda. Mert régen a FIFA-ban, érted, mint a mágnes. Na jó, zsinóra húzták. Mint az igaz életben sem úgy van, hogy minden sikerült. Hát ez az. És ugye a tavaszi fesztiválon a PES volt benne a Game Pass kínálatban, és azzal játszottak a Zoliék. Majka, Furacsi, Begi, Zoli. Jó, mi azt a PES-sel játszott? A PES volt. Emlékezz vissza. Tényleg, azért még fura is voltam, még a Majka kérdés, hogy hogy van ez itt most? Ez igen. Máshogy van egy picit a... És most már benne van a Game Pass fesztiválban, és itt van a játék. Benne van a Game Pass fesztiválban a FIFA. Ezért tudunk fifázni. És nem azt, egyébként nem kívánom senkinek azt a pillanatot, amikor ugye én voltam a műsorvezető akkor is, és elindítottak egy román magyart. Akkor én kikapcsoltam a mikrofonomat, és így kicsit így kihúzódtam a kamerára. Direkt előtt, én voltam a románokkal, direkt kötözködés, úgy nyilván. Persze, és a Majka, úgy, de ki volt a Petike. De nyom át a hülye! Mondom, de miért román testvéremet, hogy bántatod? Nem lehet kicserélni? Mi mit szeretnél? Hát, kicserél a törököket. Hát, ne a törökökkel együtt. De most már le kell játszunk ebben. Hát, jó, kicsim, akkor játszunk. Jól van, már elhagyjatok. De várjátok, be kell lépjek. Persze. Nem vagyok be, még a játékba. Miért? Haló? Oké, okay, akkor mit csináljuk? Akkor lépjél be kicsi. Azt mondja, hogy ő itt. Settings. Itt vagyok. Törökország. Jöhet. Igen, vicces kiejteni is, nem? Mi? Aki a törökökkel van, az nem játszhat ezen a díványon, azok írva. Csak görög. Evelyn, én vagyok a sárga színű. Tudom, látlak. Jó. Figyelj, passzolok. Vigyük föl. Gyönyörű labda. Evelyn, hol indulsz? Ez az végre valaki tanít. Semmi gond. Azért. Legundorító. Ez egy gyönyörű szerelés volt a részemről. Viszont az a visszapassz, az kicsit erős volt. Semmi gond. Evelyn, ezt kivédekezzük, és egy kontrából gólt fogunk rúgni. Ez fog történni a következő 5 percben, figyelj. Az viszont az a baj, hogy... Az viszont csel volt. Hát ne haragudj már, Zoli! De kellemetlen volt ez, gyerekek. Ez a nekem... Az a csellat, az a megalázó csellat, az a bőr oldalt, a kúr. Szép volt! Hopp, izé! Picit várjál, ülj le vagy 10 percig, így. Pihenjél le, vegyél egyet. Semmi gond? Ott azt nézzék, én lepihenek, most kicsit leülök. De ez mi? Ez puki. Hát ez egy ilyen kavés, csüddel szemek közé. Őrszügücslőnek. Az ez. Szurálj már, szedd ki. Na jó. Oké. Semmi gond, Evelyn. Hát mondtam, hogy 5 percen belül gólt rúgunk, az meg lesz, csak... Gyere, Evelyn, gyere, lent! Lent, mindegy. Semmi gond. Az van, hogyha máshogy nem lehet megállítani őket... Akkor sehogy sem. Igen. Jaj. Több jól beszálltál egyébként, sok erősek akarsz. Igen. Én is úgy érzem. Érzem a nyomást. Itt a fejemben, mert engem berúgtam, de csak egy kicsit. Tényleg? Egy kicsit. A küzgrübüz. Jöhet. Na, Alibaba, add már le. Nyugodjatok meg. Add már a zsugát, Alibaba, 40 rabló. Siettettek. Sabaloba. Azt már, add oda egy szíves, ne játsszál vele. Evelyn, ha elveszed a labdát, nem gond, csak akkor próbálj meg visszaszerezni. Ja, hát igen, ez tény. Az kicsit elettem küldve borért, de mindjárt visszaérek a boltból. Gyönyörű, komolyan mondom. Amúgy így... Na mondjam, így egyre több gólt kapok, hogy beszálltál.
úgy ez száj ki. Nem, így hamarabb kapok gólt, hogy benn vagy a játékban. Igen, mert még most nem elég, hogy Bélák vagytok, még zűrzavar is van. De érted, a páros zűrzavar. Hoppa, kap, hogy a csülhünoglu csak így... Nézzék a kapust! Nézze! Nem megy be! Ja de! Csülc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 sül
Jöhet. Nem volt pontos. Ez nagyon jó volt. Ugye. Csak nem jön bent senki. Hát nem, mert lassúak. Üljél-e? Neked kell kiválasztani egy karaktert, és sprintelj be vele. Hát értem, hát megtettem mindent. Az, hogy nem szöglet, elnézést kérek. Elfáradtak a törökök. Megbocsátok neked. Az, hogy nem szöglet. Úgyhogy nem volt szöglet. Az azért labda volt. Picit hosszú. Nem, az jó. Az nagyon nagy. Az lett volna. Még nem érzékelsz, hogy a vonal az a vége a pályán. Maradjál már, de igen, csak komolyan, nagyon májosan látok már. Ne haragudjatok. Tényleg, nem látok vonalakat. Én tegnap is ma feküdtem le, és ma is holnap fog. Én tényleg így vagyok most. Az a gyönyörű. Na. Csak higgadtan, finoman, tisztán, szépen, hogy a silag megy az égen, úgy érdemes. Erre a labdára fejlem a figyelmet, én adtam. Igen. Szép volt, gyönyörű volt, Evelyn. Nagyon jó, hogy futottál. Figyelj, mi támadunk, úgyhogy... Tudom, ebben tudatosság volt a részemről. Jöhet nekem dobát, nincs les. Igen, mert hova dobod a közönségbe? Ja, Istenem. Az nagy! Utána kell menni, szöglet. Az már fél gól. Zoli, szoruló, hurok. Figyelj, itt egyet rúgunk. Hogy szorul, 8 túl, van itt kapva levegőt. Tizet ér, figyelj. 8 túl, szöglet, szoruló, hurok. Vaj, de nehéz levegőt kapni, csak sajnos hiába szorul. Evelyn, el kell vállalni, kapura. Igen, másikra. És itt rossz felére. Az a miénk, szép, gyönyörű. Gyönyörű megoldás, salamentes. Sajnálom, elrontom. Tisztázod. Nem baj, miénk. Tisztázod. Mi a tiéd? A dicsőség. Azt értem. Úristen. Nem akarunk a szünetben egy kicsi zombi. Már nem lesz több szünet. Ez a nagy baj. Hopp. Csúnya volt kicsi. Várjézés. Nem! Jó csapat ez a török, amúgy szeretem. Nagyon, és jól is játszottak vele. A spanyolokkal. De a spanyolokkal lőttem neked volt amúgy. Nem is játszottuk a spanyolokkal. De én volt, de akkor volt, hogy milyen, én. Milyen dolgokkal értél? Nem volt, amikor próbálgatok. Nem muszáj megnézni a visszajátszásokat, Zoli. De szeretem. Szereted? Én is szeretem visszanézni. Igen, mondjuk neked nem nagyon van mit, de igen. De olyan jól látni, hogy is lehetne ezt a játékot játszani. Igen. Lehet ezt focizni is. Olyan lassú lomhák ezek a törökök. Jó csapat! Prémes! Wow! Csak finoman. Ú, de oda raktam. Nem én voltam. Te kaptad és szépen levetted. Jöhet a passz! Az mi? Az talpalás volt, Spori! Az talpalt! Gyönyörű volt, Zala. Róma, kérsz csak itt? Nem, köszönöm. Bár szép lila papírban van. Igen, legalább van. Az zöld. Látod, nem eszik szeres vizet, amíg befejezzük a meccset? Nélkül nem akarod befejezni? Micsoda? Nem eszik szeres vizet, hogy befejezzük a meccset? Jaj, te! Jól látom, hogy tízes? Nem, még csak kilenc. Kürgözű. Tíz a zsákba? Kürgözű. Nem, csak kilenc. Gümikübli. Tessék, gümikübli 10-0. Semmi gond. Ó, messzi tavaly, messzi nagyon szép. Messzi, nagyon messzi vagytok a győzelemtől. Messzi, az biztos. Messzi. Hány embert vittem el, Zoli? Úristen. Hát ez ilyen, ez a savanyú, tudod, a szőlő. Vigyázz, te elcsúsztál? Nem érezted meg akkor itt a tunga? Jeges. Hoppá, ez jó, ki volt? Az jó, Evelyn, ez én volt. Igen, szép volt. Csak hogy jelzel, jó? Tehát így vannak ilyen vélet. Egyre homályosabban látok. Na, a nyár lesz az, jó asszony. Nem látok. Figyelj, 3 percünk van még egyet rúgni. Elrúgott kicsi, Bami? De... Ne, ezt...
Megmondtam, hogy a kezdőrugásnál szép. Valamiért belassul mi? Az enyém. Mi történt? Mi volt a baj? De hogy... Gusztustalanul játszik. Jó, Argentinoknál nem nincs ilyen hazai pálya, kért, mafia megzsarolja a játékvezetőt, és utána nem mer fújni. Ilyen nincs. Sajnálom, gyerekek, 10-es. Mennyi van még? 10 a zsákba, ennyi. Köszönöm, végre. Köszönöm szépen. Ön kiváló játékos, ahogy beszállt, rögtön erősödött. Jó, menjetek pizzázni, én meg játszom. Ki, hogy beszállt, és így felerősödött. Amúgy köszönöm, hogy jöttél, így sokkal jobb volt. Én köszönöm, hogy jöttél, inkább én kell, hogy köszönjem. Sokat segített. Hát egy kicsit. Hát akkor megnézem a... Az így ilyes csúcsuló... Nézeges már a kommenteket, amikor a Krumi meg az Aza volt is. Nem nézted a kommenteket. Ezt a győzelmet ajánlom Diego-nak. Én írtam, és azért írtam SMS-t, mert láttam, hogy nem olvasod a kommenteket. Úgyhogy nézeges már át addig, amíg mi játszunk már egy olyat, hogy... Hú, itt volt egy jó tanácsom, úgy azt írták nekünk, te Evelynnek meg nekem, hogy az öngól is gól, tehát legalább öngólt rúghattunk volna. És akkor 11 gól, igaza van. De akkor mi rúgunk? Ki ez a zseni? Ki ez a zseni, aki ezt írta? Na, Zoli, játszunk olyat, hogy én vagyok az argentinokkal. Azt nem baj, argentinokkal nem tudok játszani. Nem? Nem tudok. Akkor spanyolokkal leszek, jó? Jó. Tegyük össze. Evelyn azért szurkoltak nekünk. Hajrá Evelyn és Imi. De jó fej. Hajrá Evelyn és Imi. Csak 10-et kaptunk. Semmi van. Megúsztatunk. Jó, hagyjuk már. Ez, na, én itt leszek, te ott. Jó. Jó, akkor... Internacionál. Hagy, de... De azt adtam spanyolokat... Jó, megkeresem, aztán... igen. Kicsi, mert hogy komolyan mondom. Tudom. Úristen, annyira erősen nyomom a... Kontrollert, hogy hallod fel, nézd meg! Megvan nyomva. Felmolyagosodott a kezed? Egy picit a hő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 
megnyomkodta a kontrollert. Eltört az ujja. Jaj, de hát tudod, Zana. Tudom, Dobos. Várjál. Dobos, Dezső, Dániel. Esnél lesz majd. Csodás! Ez bika bomba, nagyon bombázó. Gyönyörű szépek a jelmezeink, kezdhetjük. Önzávidogyó. Nem látom. Aguero-t azért tesszük. Te sose vagy megelégedve a FIFA által felkínált kezdővel. A FIFA az rohadjon meg. A FIFA-t a Diego se szerette. Az egy hülye szervezet. Miket írkálnak? Még olvasd már őket, hogy hát ha valami... Reál Barszát kérnek. Undorító, mind a két csapat, nem játszik. Ez eddig tartott ez a kérés. Én meg a körülmények köszönjük. Áldozata vagyok, srácok. Elvédi, most ilyeneket olvassak be, hogy a Zolinak itt a egyébként is gyönyörűséges mértjegója, amíg tovább dagadjunk, hogy persze. Megevett minket reggelire, vagyis vacsorára. De nyugodtan, de engem meg nem zavar, úgyhogy nyugodtan a... Ott a Diego! Sizio fuera Maradona! Persze, olvasd be őket, hát nyugodtan. Viviria como él. Megvan itt lepődve, van, itt az Isten. Megvan lepődve a chat, hogy milyen jó fifázó Zoli. Tényleg? Aha, azt írják. Azt szerintem, én nagyon gyenge. Azt szerintem nem tudják rólad, hogy szoktál játszani. Játszani szoktam, de oda én gyenge játékos, csak amikor homolyokkal összekerülök, azért esélyem sincs. Tehát én, ami, játszottam ezzel a kupán, ott olyan srácok játszanak, tehát olyanokat tudnak a labdát, nézd, hogy pitty, ezt lehet ezzel csinálni, mit csinálsz? Hú. Az a bicikli az csak majdnem jött be, viszont Evelyn mekkorát cselez? Csak mutatnál, hoppá! Piu! Ez a pálya szél, ami... Jó van, már bezavartál, hát most... De ez a foci az olyan, hogy be kell zavarni, ez olyan, mint a boxoló azt mondja, nem tudom úgy, hogy közbe ütne! Jaj, hoppá! Bing! Határozottan jobbnak tűnik ez a csapat, mint a török város. Hát mert végre tudok játszani! Hoppá! Istenem! De azért ez... Zoli. Ez lövés volt minden körülmények között. Rövidebben kellett volna? Morata! Annyit kellett volna? Nézd, hogy nem annyira picit, mert akkor meg vizé lesz ilyen lepkefing. Tehát az se jó. Ez most mi történik itt? Semmi. Indítás. Kicsit megjártam. Az a helyzet, hogy jaj, onnan nagyon veszélyes ez az Zoli, mert indul a balszélén és már beadásra készül, középen érkezik a kicsoda, nem látom. Zoli által becserélt Aguero nem bírta gólra váltani a helyzetet.
Dottor, Evelyn labda! És a kapus az utolsó pillanatban kikanalazta. Evelyn hatalmas védéseket mutat be, és kontra kezdeményezéseket, ami hát a fiatal. Ez jó csapat! Ezzel lehet játszani törökökkel, de még semmi értelme. Azt mondom, már elvállalhatjuk, Zoli. Nem! Nem, Zoli azt választja inkább, hogy begyalogol a gólvonalig. És óvatosan bepöckolja a jobb alsóba a labdát, 15. percben 1-0. Jó van. Akkor csöndben maradok. De hogy is, amúgy jó. Amúgy jó, nyomjad, tetszik. Na, gyerünk. Gyönyörű labdák kevelünk. Az lap! Na! Az lap! De miért nem kapott lapot? Már megint hát, az esélyek vannak otthon. Lap, nemzeti sport. Ez nem igaz. Megint elkövettük azt a hibát, hogy otthon vannak az argentinok. Hoppá! Hajrá bíró, már írják. Micsoda? Hajrá bíró. Ezt nem értem. Zoli, ne tagadjuk le, hogy lejött a pálya. Szerintem, ne tagadjuk. Mit lehet? Mit lehet? Azért otthonra van fújva. Oho, mi az? Szép. Mi történik? Ja, jó. Ne! Az a helyzet, hogy ez innen... Majdnem mondtam, hogy gól, de nem. Viszont ajándékba cserébe kapsz egy törletet, Zoli. Ingyen és bérmentve. A szó, amit keresel, a köszönöm. Opa. Oh. Már a bucia. De figyeljetek, ez az altatás rész, mert Evelyn mindjárt rúg egy gólt kontrából. Biztos vagyok benne. Most kezdődik az a kontra. Be is fejeződött, és már Zoli támad a 16-osnál, de szerencsére Evelyn egy utolsó pillanatos szereléssel elvette tőle a labdát, de nem aludhatnak sokáig a spanyolok. Mit csinál? Mert hogy... Ne ez hogy történt? 16-nál Zoli cselez sokáig fűzi egészen addig, amíg föl nem húzza a jobb felső sarokba 2-0 a 30. percben. Evelyn, egyre többen szurkolnak neked. Nyilván, hát ki az a hülye, aki nekem szurkolni? Jaj! Hát nyilván neked, mert te tudsz játszani. Én is neked szurkolnék, de ezt nézném kívülről. De miért történik ez? Ha-ho! Jaj. Zoli, arcolásnak is van határa, na. Egy kis tízire. Az benne fúj a tízire. Ne már! De... Nem mondja meg neki, hogy kevéden. De miért nem mondtad meg? Hát miért mi nem csinált? De elfelejtettem, az sajnálom. Egy volt, melyiket sajnálom. Nem, hogy lehet ilyen szemét? Zana! Nem már, most melyiket kell. Doboskám. Ezt nem bírom. De amúgy... Nem bírom. Ezt nem bírom, azt mondja. Ezt nem bírom. Gyönyörű. Evelyn, futi! Ez gól. Hú! Igen, csak másik oldalon. Zoli! Megvan Evelyn? Mehet a támadás szélre. Értem! Szélre. Ott vagyok! Gyönyörű, viszem! Nem viszem! Az a helyzet, annyira gyorsak az argentinok, hogy de ez a baj, nem lehet őket befutni. Nem lehet meg argentin, nem azzal a zana van. Cserélj kontrollált is csapatot. Soha, argentina ellen nem játszom. Tényleg? És soha. Argentin. Választott hazám. Istenem. Hát jó. Világ legjobb helye egyébként. Tényleg? Hányszor voltál? 10-szer legalább. Komolyan? És mindig ugyanoda mentél? Nem, Buenos Aires, Córdoba, mi volt még? Iguazú vízesés. Ne. Az Mitchell volt, Evelyn, ez be kell rúgni. Úristen! Nem igaz! Gyönyörű nem hiszem volt, el. Gyönyörű volt, Evelyn, gyönyörű. Amúgy igen, éreztem. Ebből gól lesz. Még egyszer ezt megcsinálom, és ebből? Gondolom. Nem ebből, Zoli, te. Nem, nem. Most el kéne vonni valahogy a Zoli figyelmét. Nee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 e
szerzó, te állat. Úristen. Megizzadottak ezek? Mert idegből nyomom, de nem izzad egyáltalán. Nem izzad? Nem, hanem csak idegből nyomom. Mi is ez? Repülni tanul a kapitány? Zala! Na, de...
Fél idő van, picut. Jaj, már megint? Akkor most igen, ez így fél időnként van egy fél idő mindig. Jaj, legyen már, ne fárasz. Cserélek. Mármint kontrollert? Nem. Hát itt az a barom rabasz, hogy de utálom. Igen? Hát egy bocskos madridista. Akkor mindenképp figyeld. Evelyn, amíg nem nyersz, nem megyünk aludni. Ezt tudom, akkor itt leszünk egy darabig. Azt csak... na jól vazzana, várjál. Higgyetek nekem, menni fog. Ez csak az altatás része egyébként, ez egy ajándék Zolinak. Így. Hát, hogy kicsit feldobjalak. Tegnap is nehéz napod volt, az estét se volt könnyű. Itt vagy, fáradtan. Kiket beszél? És tudod, én bajtársiasságból. Kiket beszél a néni? Rám, én látom rajta. Mi az anyámat beszél a néni? Fáradt, feszkós, enervált. Most tudom, hogy tartod magad, de egy kicsit azért tuningollak, jó? Ennyi. Tuningoljál már, légy szíves. Na. Esik eső karikába, ott van Kossuth Lajos kalapjára, tese. Jaj. Ez mi volt? Hát egy... Ez a dolog, de először bátran megpróbáltad, hallod? Hát most mit Kígyótérről. Közben elengedték a kutyákat. Igen, nem tudtam, hogy ez ember vagy állat. Most ezt nem tudtad, hogy ember vagy állat? Hát az első, nem, a második már igen. Azt se tudom, hogy merre vagyok. Az nem hiszem, hogy nem lesz. Biztos, hogy és nem lesz, nem hiszem el. Jaj, ne! Jaj, ne! Akarom mondani, gyönyörű gólt átadtunk az Zolitól. Nem tudok már neked szurkolni, Zoli. Ne haragudj. Picit az elején neked szurkoltam. Picit az elején, de én... De miért elmúlt? Csak egy picit? Gyorsan elmondom. De miért jól játszik? Mert együtt érzek veled, Evelyn. De engem ne... Én élvezem. Nekem teljesen mindegy, hogy ki, hogy ő vagy én lesz a nyertes a végén. Tök mindegy leszem. Csak aludni is szeretném. Ki? Ja, nekem mondod, most vagyok fent 16 órája, 18 órája, vagy mennyi? 20 órája. Hoppá! Enyém! Az labdaszerzés volt. Amúgy tetszik ez a játék. Nagyon esküszöm nektek. Hoppá! Bing! Hú! Ohohohoho! Micsoda mentés! Lábát vissza kell hozni kígyótérre. Bing! Az lap! De ilyenkor miért nem kapsz lapot? Mondd meg nekem. Mert miért? Azért, mert otthon játszik Argentina és a bíró meg van vásárolva. Az mondjuk érthető. Sinaloa klán azt mondta, hogy... Akik mexikóiak. Tényleg. Várjál. Ne! De kár! Jó, a Narcos Mexikót néztem utoljára, aztán az van bennem. Tudom! Csak rám jött már, nagyon zana. Ez gyönyörű volt. Nézd már! Örjünk a stadion! Messi belőtte! Tőle Csóri nem sajnálom. Tőle nem sajnálom. Messi, aki mindent megnyert, kivéve válogatott a bármit. Igen, de nem, sose lesz akkora, mint a Diego. De a Diego az egy zseni volt, aki rockstar is. A Messi az egy könyvelő, aki nagyon jól tud focizni. Tehát ez a különbség. Nem rockstar a Messi. A Diego az volt. Hát ő úgy nem tudja vezetni a csapatot, hogy a Diego, az biztos. Ezt kárgott meg Tony az utolsó. Mindig azt a magyarázkodó ízet. Ó, de be lett épülve, Zoli. Ezt muszáj megjegyezzem, mert... BÉN! Nincs az életben. Figyeld, csak sárga lesz, Csak sárga. Na, azt viszont elvég nem fogom neked tudni megmondani, hogy kell szabadrugást fogni. Hát azt a kis karikát kéne beállítani, odalva akarod lőni a labdát, és utána izével lősz a lövésgombbal, csak nem túl nagyot. De hát mondjuk... Oda középre akarod dugni? Nem. Nehéz nem beállítani. Abba a sarokba kéne, oda föl a pipába. Jobb föl. Ide? Aha. Úgy is. Aha, ez az így... Hazaadás. Köszi. Szívesen. Neked passzolatom, kicsi.
Ügyesen elkaptad. De? Az igen, Evelyn lőd, kapura, kapura, kapura. Ne idegesítsél! Ajtó ablak, de ezt csak csellel szabad megvenni. Wow! Különben nem ér Zoli. Olyan jó passzokat kapsz tőlem, nem? Meg. Én nem szólok meg. Ide. De nem hagytál! Ne! Ne! Ezt, nem hagyod, de nem, nem visszanézem. Nem, tök jó elvitted, nem hagytam. Morata, hát azért atletikus. Gól! Tényleg nem hagytál? Mindjárt nem! Hagyod. Jó. Ügyes voltál nagyon. De ne hagyj. Te hogy hagylak. Jó, hol vagyok? Oda is, hogy mellé csúsztam. Gyönyörű szépen. Dír, és a ízében... De a... nem, ott vinnáztál a négyesedben. Direkt. Hát nem béráztam a négyeset, de, nem ért utol. De. Nem ért utol. Hát a, baj, ezért sokkal gyorsabban mondt ilyennél a Morattán, ne hülyeskedj már. Na, őrjöngenek a nézők! Ez az éjjel, megvan, gól, szegény szomszédok. Fölolvastam a kommenteket. Az sose érdekel. Vagy de, nagyon. Jó. Zolika? Nem, hogy hagyjál engem. Nem hagylak. Mindig, akkor abba hagyom az egész. Ne. Ez nagyon szimpi. Akkor nincs értelme. Mit csinálsz? Te jössz. Ne! Most ez hol van? Szög. Úgy tényleg itt visítozok neked. Hoppá! Az viszont nem van. Szépen. Imre, a szomszédok, hogy bírják a... Hát majd megvernek, de csak azután, hogy ti már elmentetek szerintem. Megvernek. Jó. Aguero. Nézd már, hogy ugrál. Úr. Kis majom. Sajnálom, Imre. Nem gond. De egyszer nem bro. Más. Na mit írkálnak? Nagyon örülnek a gólodnak. Jó. Meg azt írják, hogy a szomszédok most visszakapják a fúrást, mert hogy nálam este 8-kor is szokott menni az ütlefúró, úgyhogy... Állandóan fúrnak, ütlefúrnak. Erre ez a minimum tényleg, hogy eltűrik. Most ez mi volt? Végülmesnek. Ennyi volt. Nyertem? Igen, egy hétre. Figyeljetek, azt írják. Játszottok egy voltát, tudod, a street focit. Aha, igen. Mert az tök jó. Örülsebb, gyorsabb, ott ugye a falra is lehet rúgni. Az nagyon jó ötlet. Volt a meccset. Az király. Jó. Játsszuk. Azt amúgy szoktatok haverokkal? Igen. Azt igen. Is. Tök mit kell, tudod, mit nem szeretek a volt, illetve nagyon szeretem a volt a focit, hanem hogy ott nem lehet beállítani ilyen tornát, ott csinálsz magadnak ilyen kis bajnokságot, hogyha rendes focit játszol, amilyen csapatokkal akarsz észvenni, és a voltában nincsen olyan. Uh-huh. Azt nem szeretem. Oda húzod magad, picur? Úgy elhatározott, hogy... Yes! Siker. Volt a futball! És 3-3 mehet? 3-3. Amit szeretnétek. De 3-3-3-nál ugye nincs fix kapus. Nem is kell. Nem kell? Kiskapura. Kiskapura, jó, mehet. Tehát Evelyn, ez most... Ez az igazi olyan kis pályás foci, amit Giniben is nyomtunk, hogy falról lehet passzolni, sehol nincs kint. Kiskapu. Nincs szabály. Pörgős. Haladás van. Összek adszat jönni. És válasz egy csapatot. De az argenti csapatok nagyon megtisztelné, de azok nagyon gyenguszok. Legyél valami erőset válasz. Hát melyiket? Hát mit tudom, Liverpool vagy bármi, tehát valami erős. Bayern München. Hát melyik? Mi forrosodott be így a telcsi? Ilyen forros kopom. Górnik Zsabre! Ne idegesítsen! Evelyn
a román bajnokságból szerezget. Óriási. A Góri Zsámbor ez egy lengyel csapat. A női csapata is lehet. Nem, Isten ments. Nem azért, bocsánat. Fantasztikus. A nők egyenjogúságért küzdő programban bemutatjuk, hogy Dózsa Vin, ne Isten ments nőkkel! Nem, de hát most nem a férfiak ellen, érted a nőket, beresszem, szerintem nem. Na, akkor jó román. Na! Így lesz a jó most. Ugye, beállítja neki mindjárt reál. Mit akartam, mit akartam, mert nem tudom, mit csinálok. Na, kapsz egy Liverpool tese. Jó. Az jó? Igen. Az jó. Én... Szép vagy. Köszönöm, te is. Várj, milyen pálya? Tök jó. Jó nem, lesz. Nem, ez a jó. Ez jó? Londoni ketrecbe. Legyen. Jó. Várjál. Zoli már cserél. Teljesen rossz, hát nem szeretek el, ne kelljen már ezek a nyomikkal játszom, mikor én nem ezekkel akarok. Hát Zoli már cserél, már bocsásson meg a világ. Zoli már cserél. Nekem ilyen kondobbiákat ne hozzak meg. Kiskoreám kell, oda kell, Kiskorea. Oda kell, ki kell oda? Suárez. Nyilvánvaló dolog. És hátra meg kell, Koke. Őt szeretem, igen. Kondobbia, adjuk már ezt. Koke, Suárez, Koke, ez kiváló. Tessék. Ez mókás egyébként, ez jó. Na, van közönség itt is. Ez az, Evelyn, támad. Kiskapu van, úgyhogy pontosan kell elengedni a zsugát. Nincs állandó fix kapus, gyönyörű támadás, Evelyn. Hát, mi volt, csak összetapasztalak. Zoli homlokán egy izzadság cseppet véltem felfedezni. Azért mondom, mert kis képet láttok, mint én. Ne! Nehéz itt gólt lőni! Hoppá! Az de szép passz! Jézusom, ez mi az a játék? Hoppá, hoppá! Azt nem mondott, hogy bepattan! Azt nem mondott, hogy bepattan! Esernyő! Kicsi esernyő! Hát ez nagyon jó! Hát ezt imádom! Hát ezt játsszuk még! Ez tetszik! Na gyere, Zana! Bing! Bing! Azt nem mondott, hogy hát ezt tanítani mindjárt, jó! Azért nem teljesen, de értem, mire gondolsz. Oké. Okay. Hoppá! Na, hol vannak a játékosaim? Na, végre. Szevasztok! Puszi! Halálpontos lövés. Tűpontosan bevágta. Elhett az üres kapu. Fölrúgta a muterjának, hogy nézze, anyu, ezzel játszunk! Zana! Kicsi, játsszál, édes. Ez nagyon jó. Nem mondom, hogy nem jó. Hát dehogy nem jó. Opa! Semmi. Telesett. Készítés volt az. Pedig. Új, mi? Hát kis már nyom már ki, léci. Itt jön a kontra. Jó. Csak oldalt nyom meg. Jó. Nem szükséges mondani ki az, köszi. Ha lehet. Oké. Okay. Bing. Na, de tudom mi a baj! Nem lőttél még kapura.
Mi történt? Francba, pedig most kezdtem ráérezni. Tényleg? Igen. Ez tetszik. Oh. Az, én nagyon erősen nyomom, nem kéne ennyire erősen rátapadni, nem? Ezt csak te tudhatod. De én is tudom a haromságot. Ne! Ó, Istenem, pedig jól esett volna azt ott. Nem! Jaj, de szépen beugrott. Cristiano Ronaldo. Fúj. Úgy ugráltál be. Te voltál. De ő ez a korrel volt. Hát értem. Na. Csinálunk valamit? De nem! Mert... Megőrülök. Hát még én. Na. Csip-csip-csip-csip-csip-csiróka. Csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip. Ne már! Kérlek, édes Istenem! Bing, bing, bing! Boom, boom! De gyönyörű lövés volt. Én bent láttam ebben. Én is lett, de nem, végül nem ment be. Hát, mint láttatok, apá! Mehet a kontra, viszont mehet a kontra! Tudta, milyen kontra! Bing, bing, búrú, rú, ó, basszus kulcs! Láttad? Közönség tombol! Ne! Szóval jó volt a labda. Zolika bamba, hát másodszor... elaludt már, mert elalta... Ne! Onnan az a művészetet kihozni. Imádom ezt a játékot. De jó, figyeljetek, én addig nem megyünk az, amíg itt nem rúgtam egy gólt. Hoppá! Istenem. Na. Fú, az mit? Az te voltál? Oké. Ez nagyon tetszik. Ez, komolyan mondom, isteni játék. Ez nagyon jó. Ez olyan izgi, mint a zombizás. Bing! Aj, ne már. Na, elé. Ó! Bing, bing, brú! Ne! Bemegy! Ott van, gyönyörű! Hagytál? De nem hagytál! Jó, jó! Nehogy hagyj! Mániákus, hallod? Jó, csak Isten ments! Fú! Jaj, hello! Már indult! Csak mert én se hagylak nyerni, tudod, Ted. Nagyon kedves tőle. Szedd is ki. De csak azért mondom, hogy te se. Hopp, vigyázz a valala, itt a komámban szóval az olló. Komámban vala olló. Na, várjál, Zoli. Nem várok más egy csinál. Ja, én vagyok. Jó, de igen. Hoppá. Sonám. Üres a kapu elvenni. Hát látom! Értem! Még mondjuk ezt nem akartam. Ez ugye nem hagytam. És gyönyörű gól volt, kidolgozott, tehát ez nem gyötrős. De ilyen szólt az kis, egy kis gémzsír kellett oda a VD40-ben, de bement. Zoli! Zotyi! Jó, ez jó. Ez jobb, mint a FIFA, mint nem. Jó, nekem ezt kell, hogy megtanuljam ezt egyébként. Mi van? Vége van. Úgy nyertem? 4-2, ez nagyon vékony és nagyon ügyes volt. Ne arra, hogy muszáj ebből azért még egyet játszani. Ez a volta, ez na, mit izgálnak? Ez még kell, hogy menjen. Senki nem üzel semmit. Mert a műsor időből van még kb. Negyed óránk, és akkor szerintem még egy meccs kényelmesen belefér. Egyet még játszunk. Hát nagyon szurkolnak nekem. Köszönöm. Hajrá, Evelin, ott is van, szép volt.
El sem hiszem már az ész család ittomból a képernyő előtt, gól, gól. Ilyeneket írnak. Mit csinálok? Én voltam, bocs. Senki nem érti, hogy tudtad a gólvonalról tisztázni a labdát. Majd elmagyarázom később. Egy külön videó van. Jó. Ez jó volt ez a három. Teljesen jó, csak másik pályán most. Meg másik csapat. De én maradok. Maradsz a Liverpool? Persze. Maradsz Liverpool? Ja, igen. Vagy nem. Akkor legyen ugyanaz. Mi legyen? Legyen ugyanaz. Melyik legyek? Cicám, jó. England, azt keresem nézni. Jó. És akkor legyen Liverpool. Gyönyörűen. Ez jó. Maradok türkiz. Jó adressz. Tetszik a jelmez. Paris. Akarsz ott játszani? Nekem mindegy, hol játszunk. Bárhol jó. Teljesen mindegy, hol verlek el, Zana. Dönts. Imádom az önbizalmadat. Muszáj. Máshogy nem lehet hozzáállni, nem? Abszolút igazad. Na hát akkor. Ki Korea? Várjatok. Kis Félixet most behagyom. Oké. Okay. Hozd be a Tiago Teveri. Kit? Tiago. Nem is néz ki rosszul. Nagyon, figyelj, én szintén rosszul csinálom. Utána el kéne vinni majd a kórházhoz. Lemállott a bal keze. Tényleg. Úristen. Hát vannak csomó. De vigyázok nagyon a kis kontrollerre. Na jó. Nem lehet mindenki egy lakó. Bing, 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 bing. Pa-pa, wow. Bicikli! Bam! A labdát is. Ez most én voltam? Nem, ez most nem egészen. Vigyáztam, hol és ezt meg elszaladtam. Ez egy nagyon jó játék. Jézusom, ez egy jó csapat, amit összeraktál, hallod, Zana? Nem tetszik. Mondtam, hogy a Tiágot be kell hozni, hogy átfűzte. Hoppá! Volna még egyszer. Jól van már. És a kapu. Hoppá! Hoppá! Ezért miért nem kapsz papírt? Papírt? Papírt! Na, mennyi nem. A tiéd mi az a játékos? Csak úgy kérdem. Hoppá, finoman be. Hoppá! Ne már! Istenem. Oké. Okay. Ez az. Nem! Jó. Zoli, ez gyönyörű volt, tehát ezt nem sajnálom. Ez jó volt, ez így nézd meg. Ez volt a legszebb, az est legszebb gólja ez. Nagyon volt, szép, mint a kis Korea. Na gyertek. Az becsorgott! Direkt csináltam! Dehogy csináltam direkt! Miért mondasz már ilyet? Nézz oda! Nagyon ügyes. Miért nem dolgozik cirkuszba? Hát de focista. Nagyon szép gól. Ez az a labda, hogy mindenki lassít, vagy néz, hogy így megy be. De ez nem már, ez ilyen nagyon... Ez nem volt igazi gól, nem is... Igazi gól volt, nem, nem is fogtam fel, hogy az. Hát szép. Csúnya gól is gól. Mondjuk... jó. Gyerünk! Mit csinálsz? Aj, Istenem, majom. Wow. Wow! Úristen, én bent láttam. De ne lásd bent! Jézusom! Zana! Wow! Zolikám, kegyetlenül jössz, de nem baj, gyere. Gyere csak! Wow! Bing! Olyan nehéz kapura tenni. Oké. Fú. Nem!
szép, szép, szép megoldások. Hát ez egy válasz volt az előző gólra. Feszült figyelem, meg sem tudok szólalni. Gyerekek, itt vágni lehet a feszültséget konkrétan. Ó, Zoli, megvagy. Megvagy. Nem vagy. Úristen, gyönyörű volt! Az ilyet, hát ez ilyet megéri. Kapni is. Ha még ne, hadni nem is tudok. Na mindegy. Te bocs, hogy a lefordulás. Ez nem ez. Ez nagyon szép. Ez olyan, ahogy Maradona csinálta. Úristen, mennyi lefordulása van ilyen válogatásban, és annyi embert megetetett vele. Tehát egy egészen elképesztő. Olyan súlypontja volt, hogy olyan nincs. Messzit ugye szokták dicsérni, hogy jaj, alacsonyan van a súlypontja, meg kell nézni egy Maradonát. Konkrétan. Hát tisztán hagyom neked! Ő most már nem látok. Evelinke elfáradt egy picit, szerint tényleg nagyon régóta van fönt. Igen. De jól bírom! Nem, tök jól bírom! Ügyesen játszol, és imádom, hogy élvezet. Igen. A lányok nem mindenki szokta, De ez jó játék, hát ne viccelj! Sajnálom, hogy nem tudok jobb partnered lenni, mert... De ne viccelj már, tök jól játszol. Ja, nem azért, csak hogy még izgalmasabb legyen, érted? Hogy kiegyenlítettebb legyen. Szerintem nem sok idő, és simán ezen a szinten leszel. Erre ráfekszem most. Komolyan. Most erre akkor... a kontrollerre vagy? Igen. Azért szép, érdekes. Ismerkedés, na. Wow! Hoppá! Uh-huh. Asta! Woo! Ah! Ott megláttam Mutert fönn a izoban, Notre Dame tetején. Vaj, de szörnyű, úristen, ez ilyen igaz, ilyen alázós volt. No problem. Mit írnak? Azt írják, hogy jó játék, csak nincsenek benne zombik. Ezt hagyattad be onnan? Hát kapul előttem. Igen? Ja, hogy azt kerested, jó. Nem tudom. Akarsz? Nem akar. Hiába nyomom a gombot, kezded el. Na, megláttam mámát. Én már nem látok. Nem adom fel, de most már keveredik. Így ezt van. Ángel Correa. Jó, de szeretem. Hoppá! Igen, most már ez a vége. Tehát a kivéreztet a Zoli, ugye Zoli? Igen, végére. De hát megértem. Én is ezt tenném. Hol fordítva. Meg hát miért ne? Jaj, hát mert amatőri. Amatőr ott hagyja szabadon. Ezt nem nyomjátok el. Zsó, Félix. Látod, hogy vette föl? Gyönyörű! Várjál, ahogy felveszi, az a... Ájde! Ájde kár, még egyszer nem ismétlik. Hoppá! Ez mi volt? Miért? Zimzik! Fú! Azért születtek itt a szépségdíjas megoldások, így a nap végére. Miket irkálnak? Azt nézed már, Imre, hát nem foglalkozol velük. Na, Imi! Olvasgassál! A meccsre figyelj, a meccsre figyelj! Hát jó, én igen. Ne! Ne!
Aj, de miért, de milyen böte? Ne. All right. Belejöttél, Zoli? Mehetünk vissza fifázni? Kis pályánban melegítettünk, mehetünk vissza? Zoli, a gépfegyver lábú. Egyébként tényleg durván játszol, nagyon, nagyon, nagyon jól. Hát, mégis érdemlet dobos, komolyan mondom. Na még van? Azt így, akkor sok lesz, Zoli. De hogy is tök jó, miért, mert hány, mennyi az állás? 14-1. Miért ez kosár, vagy mi? Jó az! Nem ez a lényeg, srácok, oké? Okay? Én nem azért játszom, hogy nyerjek, hanem mert élvezem. Oké? Okay? Értettük? Mindenkinek világos? Na. Ott a kapu lőd be, drágám! Na. Zoller. Már tánc, már páros táncot is jelenik, Zsolló Félix is Korea. Hogy? Semmi. Még fél perc van Evelyn. Még egy szép így második góra jó lesz. Ó, hát kettőt is kapsz. Hoppá. Ott a kontra. Gyönyörű, gyönyörű. Jó labda kihozat. De miért veszed ki a kezem a lába? Na, igen. Mi? Fú. Ott a gól! Igen, csak saját kapuba. Kicsi, de Evelyn rúgta. Az az övé. Tudom. Hát azért örülök, mondtam, hogy... Jaj, de aranyos vagy. Te ne viccelj már, Imre! Hát 16 ön egy. Gól volt! Én annak szurkoltam, hogy te rúgjál egyet. Hát ne hülyéskedj már, hát ez ostobaság. Hát a saját öngolt rúgni... Hm. És itt... Mi van? Itt az est kommentje. A Grundon mindig az utolsó gól nyer. Igen, és azt is én magának rúgta. Magának rúgta azt is. Jó van, Zoli. Nagyon szépen köszönöm. Ügyes, köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen. Én most beadom ezt a kameraképet, hogy így beadom látszottok. Beadom a injekciót. Nagyobban, ilyen ekkorában. Így. Zoli, tedd le. Képben vagyunk, tedd le. Majd válaszolsz. Csak néztem, hogy mi jöttek nekem közben. Hát mindenki szurkolt, gondolom. Nagyon. Nagyon, nagyon. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a Game Pass Fesztivál meghívását. Annak örülünk, hogy Evelyn egyébként már ugye harmadszor van itt az őszi adásban, és hogy Zoli, nagyon köszönjük, hogy az első tavaszi után most megint számíthattunk rád, így ősszel is. Köszönöm. Úgyhogy igazából, köszönöm, ha én is a meghívást. Ebből tudunk esetleg egy ilyen sorozatot csinálni, mert mondjuk tetszik a Microsoftnak annyira, hogy legyen még, és valami focis téma van, úgyis eszünkbe fogsz jutni még, úgyhogy remélem találkozunk. Ja. Én most az Zolival beszélgetek. Tudom, de nem, de Evelynként is hozzunk. De hogy ez az, hogy imád, mert én meg imádom. Jaj, Istenem. Mi is, és a nézők is, az az igazság. Na, hallod ezt? Hallom. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy segítettetek lezárni az őszi etap utolsó videójátékos estjét, mert ezután már koncert lesz, aztán kvíz, és egy kerekasztal beszélgetéssel zárunk. Vigyázzatok magatokra, köszi, hogy az elfoglaltságaitok mellett időszakítottatok ránk, és akkor én most visszaadom saját magamat. Sziasztok! Ide, srácok! Nektek pedig nagyon köszönjük a figyelmet ma estére. Ez volt a Game Pass Fesztivál ősz utolsó gameplay streamje. Életem legkönnyebb műsorvezetései ma este. Nem is nagyon akartam megszólalni, mert mellettük nem lehet, de nem is kell. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kövessetek minket holnap este is, mert hogy... Bocsánat, előtt. Jézus Mária. Mary Popkids karantén koncerttel érkezünk holnap este, illetve pénteken, szombaton lesz a Úristen Retro Gamer Quiz, az nagyon brutális lesz. Hancúval, Grettel, Stökivel és Bézével a világ összes legrosszabb szóvicce egy helyen. Ez lesz a szombat este. Az konkrétan 18 pluszos adás lesz, aki nem félti az agysejtjeit, csak az jöjjön. És akkor vasárnap pedig zárunk szokásosan egy szuper Checkpoint podcasttal.
Nincs más hátra, tényleg elköszönök, én egy kicsit így szétestem, műsorvezetés ügyileg, de szerintem kárpótolt titeket a FIFA gameplay. Ne felejtjétek el, hogy a Game Passban már benne van a FIFA 20 is, és a FIFA 21-et is ki lehet próbálni, azt hiszem 10 játék óra erejéig, hogyha van Game Pass Ultimate előfizetésetek. Igen, én Imi voltam, és akkor jön az outro, meg minden, mindenkinek további szép estét, jók legyetek, szevasztok! Sziasztok! Csak. Ezt nem tudom, halljátok-e? Igen. Igen, halljátok? Jó. Ez az új Xbox. Este 7 óra 10... Igen, este 7 óra 13, és üdve fúrnak a szomszéd, mondjuk, hogy érezzétek, hogy amikor... De nem, tényleg, szombat este van, 7 óra 14 most már, és üdve fúrnak a szomszéd. Sivány egyes. Ott is a helyes válasz. Fúj. Nem tudom, nem tudom ki volt, nem tudom, hogy ki volt az. Miért az jön belőle? Mert Rózsa Sándor egy... Micsoda? Rózsa Sándor egy híres zsivány volt. Ez a legfájtalmas. Nem, soha Betyáreit nem akarta kiadni, nem értem. Betyáreit nem adta ki. Nem, azt mondod, nem adta ki a Betyáreit. Elefántor, 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 senki ne gondoljon semmi rosszra, elefántor. Hát ez innen tehén. Hosszú a feje, ez nem lehet kutyát. A feje az krokodil. Tehén. Szarvas. Ez egy unikorn is! Wow, az. De vágta az unikorn is lábáját? Unikorn is vér? Mik azok a kockák? Oh, 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 unstable unicorns! Oh, imádlak, Viki! Oh. Valaki szedjen fel, aki nem ez a fiú. Ő vízadonat utasítani? A segítségemet? Ezt nem is tudtam. De nem az a Kraft, miért mondod azt neki? Ez nem a Kraft, édes fiam, nyugodj, nyugodjál már! Miről van szó, miért veszekedtek ma meg? Széthullik a család már most. Mármint, hogy drága barátom Viktor, aki... Hogy mi? Mi? Semmi. Semmi főni, ne haragudj! Szedjél fel nagyon gyorsan, Ginger! Bye! Szedjél fel! Újt egy... Nem mondtad, hogy légy szíves! Papi, gyerek, légy szíves! Hát papival, meg Zsótival, igen. Mondjuk bizony, egy igazi ártok vagy. Úgyhogy ezt én megértem. Szeretném, ha, szeretném, ha ezt nem csinálnád. Felmászott a... Ezt mondom, hogy mit szeretnél, Viktor? És erőszintén. Hát tudom, még reménykedtetek. Istenem. Jó, azt hittem már, hogy nincs rajta nadrág, mondom. Ennyit a családbarát streamről, érted, egyből kilibben a... Megejtő hasonlóság, azt kell, hogy mondjam. Látod, a szó, amit keresel, a köszönöm. Szívesen máskor is, de tényleg. Igen? Ez ne, ne lesz korzatlan. A shitten kaptam! Mától csak Sims-et, csak Sims-et fogok streamálni mától. Vége a GTRP-nek. Megyek megölelgetem. Hú, most lehet, hogy előtte le kéne fűteni. Hát el kéne menned felszedni egy csövest. Senki nem fog rád jönni, úristen van. Adj egy tízest, és hajléktalan. De így az a baj, tehát azért tudok, hogy nem tudok befasizni, de hogy így át sem tudok csábítani senkit, hogy aztán megöljem, mert büdös van. Értitek? Ez történik, miközben a csaj boldogan és remélhetőleg terhesen fekszik itt mellettem. De Evelyn jól van. Mindig itt van. Ő jól van. Te nem csinál. Jézusom! Ne! Most hallj meg, nem! Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha anyád ruhájába táncolnál a tükör előtt, és tényleg olyan. De nem tulajdonképpen... Éreztem. Nem csináltad? Nem. Én nem az a fiú vagyok sem. Nagyon nem érzed jól magad, ide látom. De én már nekem mindegy. Menjen, igyátok csak, lányok, majd én elintézem. Ajaj.
Ajjaj, lányok! Baj van! Sem baj még! Mester, várjál! Itt vagyok! Jó, kösz, meg vagyunk! Hol van az a HP? Ott engem már csak az érdeke. Itt van, op! Oké. Petőfi Sándor, az Alföld. Részlet. Mit nekem te Zordon Kárpátoknak fegyvesekkel vadregényes tája? Tán csodállak, ám de nem szeretlek. S képzetem hegyvölgyedet nem járja. Lenn az Alföld tengersík vidékin, ott vagyok hon, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelennyét látom. Felrepülök ekkor gondolatban, túl a földön, felhők közelébe, s mosolyogva néz rám a Dunától a Tiszáig nyúló rónakép. Ott tenyészik a bús árvalányha, és kék virága a szamárkenyérnek. Hűs tövéhez déli nap hevében megpihenni tarka gyíkok térnek. Messze, hol az ég a földet éri, a homályból kék gyümölcsfák orma néz, s megettük, mint halvány ködoszlop egy-egy város templomának tornya. Szép vagy, Alföld, legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem, itt boruljon rám a szemfödél, itt domborodjék a sír is fölöttem. És tök ilyenkor szoktad megalázni az első komment előtt. Ez itt a Game Pass Online Fesztivál, szeretném leszögezni. Egyesek úgy hívják, hogy... Na, álljunk meg! És soha nem tennék ilyet. Hát, igen, közben mond. Jött egy olvasói kérdés. Stöki és Gret barátok, vagy csak a munka miatt kedvelik egymást? B. Milyen, hogy a... Boros bocskor. Még a munka miatt se. Minden checkpont alás előtt, így egy órán keresztül szidjuk egymást. Professzionálisan gyűlölöm. Felvétel után másfél órán keresztül zuhanyzom, hogy elviseljem az időt. Ez tökéletesen Norvégiában. Én benne az Xbox-t írva ért. Nem véletlen, hogy most sem már Xbox Game Pass-ként hivatkoznak rá, hanem Game Pass-ként. És de azt nem azért, mert elhattatok a Microsoft éjszakával? Ja. Szétváltad a brandet. Kicsit túlértékeljük a saját fontosságunkat a Microsoft történetében, de minden lehet. Szerintem mi volt egy ilyen válság érdekes? Tehát, hogy hallottátok, mit mondtak? Jézusom, süllyedek, meghalt a hidraulika. Ennyi. És tök ki a mikrofon, a fülesen... Mr. Bean-es eltűnés. Szerintem ennél szebb elköszönés nincsen, mint hogy mazul szépen lassan. A jacketből a Bean. Ilyen burkott törpézést sem hallottam már nagyon régen. Akár kivel jól még beszélget? Akár más cégekről, akár az anyától. Így van. Game Pass Online Fesztivál első checkpointos estén. Ami egyesek szerint... Hány pontos betűkkel van kiírva a falatra? Egy hét múlva találkozunk újra. Addig is sziasztok, és köszönjük Kacinak a... osztolást, vagy csináltál te valamit, Kaci, vagy csak itt szuszogtál háttérben? Semmit, csak... Nem is szuszogtam. Támlát írt. Tudod, Kaci, ki szuszogott még? És így rá kellett hajolni, tehát kicsit olyan volt, mint amikor így megy az ember ilyen vizsgálatokra is előre dől, és ott virtual teniszeztem, vagy Mario teniszeztem. Jézusom, te milyen orvoshoz jártál? Szinte hallottad, ahogy egy csattan a gumikesztyűje. Került. És nagyon okay, kíváncsi magul. Voltam, hogy ez milyen lesz. Az a szerencsétlen nem tud átugni így az asztal alatt, hogy bármilyen más normális esetben teljesen érthető és indokolt is lenne, úgyhogy... Jó, meséld el a tök jó sztorit. Gyere. Hűtőre kirakjuk azt a tök jó sztorit, ott odaragasztjuk. Akkor vágd el, megint visszatállunk.
Nem, nem tudom, hogy ti hogyan próbáltatok ki először a PSVR-t, én alsógatyában, és ennek ez azért volt nagyon fontos ilyen szempontból, mert a feleségem, amikor bejött a szobába, és hazajött a munkába, bejött a szobába, a következő dolgot látta, én vagyok Batman, ezt mondom, hogy úristen, én vagyok Batman, benyitott az ajtón, és egy ember alsógatyában, a sötétben, egy rózsaszín és egy kék golyóval, ilyen fagylalszerű törtérrel, így a magát simogatja. Gyakorlatilag így, ahogy vettem fel, és mondta, hogy azért, bazd meg, láttam már beteg dolgokat, amióta mi házasok vagyunk, de ezt, ha lehet, ezt még egyszer nem szeretném látni. Meg akinek nem volt katonai kiképzése, az nem tudta ezt használni. Hogy de kár, hogy nem nálad. Nem reagálunk, stöki, megtanultam a feleséget, hogy nem reagálunk. Na, így is van. Egészen másképp fogom most így államra hajtani a fejemet, mint ahogy terveztem. Egészen bele a hátok miért, akit van. Nálam. Zárd le, Stökinek, kezdett végülni. Zárd le, mert szétesünk. Az agypusztító képrejtvények következnek? Jól gondolom? Ez az. Húú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 ú
Úristen! Jaj, de rossz! Úristen! Ez mi? Egy nagyobbba kirakom, akkor jobban látszik? Nem, ugyanúgy nem tudom. Papírt. Melyik lány volt papír? Mit raksz bele a... Mi az, amit beleraksz a nyomtatóba? Lap. Tehér lap. Na, jó, lap. Lap fed. Lap mell. Lap tört. Laptop! Igen, ez kell. Baszkú, ne! Mindenképpen abban gondolkodtam, hogy valami lap, láb, lab, alsó, lap, cipő, annyira félre vi. Asztal, nagyon jó, hogy erre hogy nem jöttünk rá? Mi? Telefon. Ki mondta, mit mondott? Ja, telefon. Jaj! Jaj! Én ezekért az adásokért veszélyesíti pótlékot szeretném. Touchpad-en rajzolunk, hogy értékeljétek. Wow! Fidget spinner. És akkor is tényleg! Mi az, hogy Evelynt halljátok csak az... Így álltatok! Ezt hagyjuk, hogy a hölgy csinálja. Gyertek utána! Egy csávó végignézi, hogy szedi le. Lóg rajtam valami rózsaszín plusz, mázzétek! Én ide beállok a golyószóra mellé, ez... De gyere ide mellé inkább, nem? Gyere mellé! Jönnek, ott jönnek! Jézus, nyom! Indítsam a rakétát, hogy... Úristen! Jézus, Úristen, mi ez? Atya világ! Ajaj, ajaj! Szerintem megtaláltuk a hangosat. Az én már... Itt egy RPG, hogyha kell látni. Van valakinél Breaching Charge. Aszta! Nálam nincs. Ezt nem láttátok? Egyikőtök sem? Nem. Én is se közvetítettem, akkor erről a világ lemaradt. Erre az egyre vagyok. Lehetett a... Jézus! Ezt figyeljétek! Figyelj! Ez voltam én. Krúbi lettem. És tényleg? Tényleg Krúbi lettem. Hát... Családalapítás... Ja tényleg, tegnap játszottunk egy karakterre, aki úgy nézett ki, mint te. Igen? Zombis látok, bár ez egyben. És megfalta? Szerintem igen. Igen. Nem tehetem. Mi történik most? Ne! Ajj! Krúbi! Olyan lepet vagyok ki! Bemegyek. És bum! Oh, kis tényleg! És tessék! Ujja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 jj
Az, hogy... Az, hogy... Ezt meg se érdemelted. Oda nézd, megvizsgálom.
Na csináld utána. Jó, várjátok. Kéz nélkül. Wherever shall we begin? Woo!